Szevasztok, srácok! Üdv! Szia, Nekro! Szia, Tagdán! Hello, hello! Kezdem úgy érezni, hogy életem megnyomorítója ez a Danskel dolog, tehát hogy mindenesetre rá kell indítanom egy 10-szer, de az érdekes, hogy mondjuk úgy minden 6.-7. streamnél ezt nem kell lejátszani, de hát minden bizonnyal csúcsidő van. Most Twitch-en mindenki streamel, még az is, aki amúgy nem tud róla, tehát nagyon kemény. Péntekenként valami Csé, vagy LOL, vagy War Thunder, vagy valami ilyesmi szokott lenni, de nem mennek nekem ezek a játékok. Egyszerűen nem. És úgy volt, hogy vicserezek, de rájöttem, hogy most az Oxygen sokkal nagyobb kedvem van, és bízom benne, hogy ez nektek nem csalódás. Szia, Scotty! Úgyhogy visszalépek a játékba, mert van egy, hát egy félig befejezetlen ügyünk, amit végig is megcsináltunk az előző streambe, jó későn, amikor fél egy körül lett vége az előző streamnek, de nem baj, mert a haladás, a progressz az mindenek felett áll, és megnézzük, hogy igazából teljesen kitesztelni nem volt lehetőségünk azt a rendszert, amit tegnap megépítettünk, úgyhogy igazából ez motoszkált az agyamba folyamatosan. Nem, már igazából lassan 24 órája motoszkál az agyamba, hogy vajon működik a rendszer, hogy megcsináltunk, vagy nem? Úgyhogy hát ezt is meg kell nézni. Ezt meg kell, meg nem csak azt, hanem akkor kicsikét folytatjuk a bázist. A streamnek vége lesz, amikor vége lesz nekem. Kivételesen van söröm, most streambe fogok sörözni nektek, van magyaró, hogy ne üssön nagyon fejbe, úgyhogy én ráérek, és már droppolok. Köszönöm szépen, UPC. Nagyon, nagyon köszönöm. Na mindegy, a hajam az furcsa kicsit, így már is jó. Mikor a fejhallgatónak a pántja lenyomja azokat a kis csalafinta fürtöket, na mindegy, ráindítok játékra, aztán haladjunk. Drop volt, nagyon jó. Nagyon jó, nagyon vártok a droppot. Isteni dropp, de jó, hogy itt vagy. Szia, Petrem. Clay Entertainment. Kicsikét vastagítottam a kamera keretén, mert olyan kis cingár volt. Így lehet, hogy már kicsikét túl duci, de lehet inkább csak szokatlan. Lehet, hogy a fejem, lehet, hogy fejemen kéne nagyobbítani ebben a keretben, nem gondoljátok? Mondjuk azt mindjárt megpróbálom még eszközölni. Mert, csak... Hogyan kellene azt? Minye? Várási? Ó, hogy rohagy meg egér, ahol vagy! Burzunyákos. Minyer? Igen. Ó. Ó, nagyon jó. Így, és akkor mondjuk... Egér, ne csináld ezt velem, mert szét... leszel. Haigálva. Kicsikét levágom. Mit levágom? Itt. Igen. Csak hogy... Ronda hórihorgas arromat minél inkább kiemeljem. Na, szerintem így már is egy kicsikét jobb. Így a cingár kerethez a kis fejem már jobban passzol. Értve most már nagyobb. Na mindegy. Játék! Egyébként vissza hol tartottunk. Mi ez a srácok? Hogy telt a péntek? Legjobb nap. Olyan szinten felszabadult vagyok most tényleg így. Így pénteken, ez kimondhatatlan. Tényleg, itt hátra tudok, sörözgetek, játszogatok, az kész. Igazából nem is kell nekem más. Na szóval itt van ez a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Kapuból álló. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kapuból álló kis rendszer. Eszméletlen lett amúgy, hozzáteszem. Tehát ez a kötözgetés, amit itt csináltunk, ez felülmúlhatatlan. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez működik-e. Rajzoljam le papírral? Miért? Készen van. Már igazából csak várni kell, hogy működjön. Elméletileg, tehát tegnap Szlovi segített, és itt volt velem fél egyig, és tényleg nagyon köszi még egyszer. Neki meg V3-nak is, hogy az ő hatható segítség is közrejátszott ebben, hogy ez elkészüljön. De hogy ha más nem csak a figyelmével, hogy volt kinek magyarázni, ez már ugye nagyon sokat segít. Tehát sokszor probléma megoldásban azt szokott előre vinni, hogy tudjam kimondani hangosan, amit gondolok, és akkor lehetséges, hogy megoldásra jutok. És szerintem ez tegnap nagyon sokat számított. Tehát elméletileg végigmentünk azon a munkameneten, ami kell ahhoz, hogy ez működjön. Ó, ki van hangosítva. Most már nincs. És szerintem működni fog. Na de ez majd akkor derül ki, amikor megtelt a pisi tartályunk, illetve hát most ugye folyamatosan szivattyúzok át szépen lassan, ugye?
szépen lassan szivattyúzgatok. Hát aztán tök tudja. Lehet, hogy ide kellene tenni egy időkaput. Ilyen buffert. Na mindegy, mindegy. Ez most, hogy gyűlik meg ez a tartály, és ugye amikor ez a tartály meggyűlik, vagy megtelik, eléri ezt a bizonyos szintet, akkor fog átfordulni az egész rendszer, hogy vizet melegítsünk, illetve tisztítsunk. De majd nagyon kíváncsi vagyok, mert eszméletlen, hogy ez egyáltalán legalább ennyire létrejött. Hulladékgépeket kellett átnézni. Oh. Az a legrosszabb. Tehát ezek a vagy jó, vagy nem, ilyen kicsikét szar, de nem teljesen, talán még használható, de ha dolgozni kellene vele, nem lehetne, tehát ezek a gépek a legrosszabbak, utálom őket. Tehát, hogy de vannak olyan gépek, hogy bekapcsolat fél órán keresztül képes működni, de három nap alatt előjönne a hiba, de te csak fél órát teszteled, mert többre nincs idő. Tehát ez a legrosszabb. Hát, kitartás, nekro, kitartás. Új nap, új billentyűzet. Hama Jurage, zsír. És Azus, ja, Azus Roger Strix Flare lett helyette. Na baszki. Így össze-vissza váltogatják az emberek a mechanikus billentyűzetüket. Én úgy hallottam, hogy mechanikus billentyűzetet az ember egy életre vesz. Mondjuk vannak olyanok, akik úgy vannak ezzel, mint a felső kategóriás telefonokkal, hogy folyamatosan váltogatják, és nem bírek belenyugodni egybe, hogy ez most már tényleg jó lesz. Én azt hiszem, belenyugodtam a Roach Claymore-ba. Nekem úgy. Nem akarom lecserélni. Megvan az SSD-d. Oly, és fenn van az Arch. Micsoda katarzis. Még nem nagyon állok neki új projektnek, megnézzük, hogy ez hogy működik, illetve talán egyetlen projektünk, aminek nekiállhatnánk, az, hogy csináljuk meg az üveggyártást. Vagy teremtsük meg feltételeit, mint olyan. Mi ez a Shearing Station? Ez valami... Valami nyíró. Igen, most egy kicsiket az üveggyártás érdekelne inkább. És üveget hogyan gyártunk? Glassforge. Azt mondtátok, hogy ehhez semmi nem kell... Hé. Csak áram, ugye? És semmi egyéb mellékterméke nincsen. Jön, csak ezt megnézzük. Némileg melegszik. 1200 kW. Tehát azért, tehát akkor sima kábel nem jó oda. Ja, és megjött a... kett telefonod lett. Na, az fasza. Azt már zúzhatod. Gondolom, Zsolt vette neked? És ismert téged. Helyes. Azt már nem fogod szétúrni. Overy temperature 75. Izé. Meleg lesz aranybú. Mi? Folyadék kivezetése van. De miért? Mi? A folyadék? Ja, hogy... Ja, értem, mit mondasz. Azt hiszem, tehát akkor azt mondom... Mi az, hogy meleg lesz aranybú? Az mit jelent? Szóval ezt hűteni kellene mindenképp, és nem elég az a madzagunk, ami van, mi? Baszki, akkor erre még nem megyünk rá. Még egy kicsit emésszük azt, hogy ezt a szennyvízes dolgot, és most rengeteg vízünk van, kurva sok, nagyon sok, nem túlzottan forró vízünk, úgyhogy lehetséges, hogy neki kellene állni még egy ilyen hidrogénes cuccnak, hogy több oxigénünk legyen, mert nyilván az alga termelés az hosszú távon nem célszerű, vagy az alga bányászás, illetve iszapozás szerintem az nem éri meg. Itt van még egy natural gas. Ezt mindig elfelejtem, mindig rájövök. Szóval lehetséges, hogy ezt most itt lecancelölöm. Ide közvetlenül felé, ha megépítenék még egy pont ugyanilyet, akkor az igazából elegendő oxigén kellene legyen.
Azért csináltuk meg automatikusra a vízrendszert, hogy ne kelljen vele foglalkozni, talán hatékonyabban fog működni automatikusan, mint hogyha én kézzel működtetném. Legalább olyan szempontból, hogy felügyelet nélkül megy, és ezért hát azonnal lesz, amikor kell. Illetve amikor feltétlenül szükséges. De mi van ezekkel a vezetékekkel, baszki? Ez nagyon böki a csőrömet nekem. Vagy mit mondhatnék én erre, hogy azok a vezetékek miért mennek tönkre? Tudom, azon gondolkodtam éjszaka, hogy nem bírtam aludni. Az a helyzet, hogy folyamatosan a játék járt a fejembe, hogy ha ezt a trafót lecserélném egy nagyobb trafóra, lehet, hogy úgy jobb lenne. De ez csak egy terv, vagy az a baj, hogy olyan szürreálisan működnek az elektromos hálózatok a játékban, hogy hát tudja a tök. Igazából, tudja a tök. Na jó. Ezt itt lerombolom. Meg ezt. Aztán kiderül. Egi. Ezzel a stream alatt már nem száradhatok ki. Tegnap ez egy kicsit durva volt az 5,5 óra. Biológiailag megterhelő, őszintén szólva. Ki kell bővíteni a hálókörletet. Még emellett amúgy. És ezt lehet, hogy úgy kellene, hogy ide. Ide építeni még egy ilyen szintet. Ez itt pont 4 emelet. Lehet azt is megcsinálom közben, mert meg kellene csinálni luxus ágyakat. 1, 2, 3, 4, hogyha itt húzok ilyen tetőt, ezt így ezzel bezárólag, akkor ez biztos, hogy ide el fog férni egy háló rész. Ja. Az úgy jó is lesz. Nem akarok olyan nagyjukat ásni, de ki fognak menni a kis shinebugjaim, úgyhogy szépen fokozatosan megyek blokkról blokkra előre. Nehogy fasságot csináljak. Ugye emberkék folyamatosan idle-ben vannak. Ja, tényleg még valami, amin gondolkodtam, hogy lehet vissza kellene raknom a manuális generátort, mert idle-ben vannak az emberek, tehát nincs mit csinálniuk. Ha tényleg semmi dolgok nincsen, egyes prioritással legalább tekerjék meg azt a kibaszott manuális generátort, ezt tök értem. Úgyhogy lehet, hogy ezt fogom csinálni, hogy ide visszapakolok egy manuális generátort valahova, nem tudom hova. Itt van a csonk, ugye ahonnan leszedtük. Nem nagyon van hely a bázison amúgy. Lehet, hogy ezt a vízhűtőt kellene arrébb raknom. És nyilván nem atmoszútba kellene azt tekerni, ha már egyszer. Tehát nem ide kintre pakolnám, inkább be a bázisra. Én szerintem ezt a vízhűtőt lerombolom, arrébb rakom valahova máshova, aztán igyanak, ahol tudnak. De hol? De hol igyanak? Hát ez is egy kurva jó kérdés. Nem nagyon van hely. Kicsit zsufásak lettünk így a végére. Végére? Hát még nem tartunk az elején sem. Mindegy, rakjuk le a nagy trafónkat, aztán kiderül utána. Nagy trafó. Tam. Hol van? Itt. És ez már finomított fém kell, a fasza. Akkor ez ide. Fogalmam nincs, hogy ez megoldja azt, hogy a vezeték az hogyan poshad el, vagy sem. Nem fogja valószínűleg. Nem tudom, hogy kellene leválasztani, őszintén szólva. Lehet, hogy ott is le kellene választani. Hát az a se érek el sokat. Sötét talány. És ez most miért nem jó? Miért nem működik, he? Pedig elméletileg töltenie kellene. Várjunk csak, lehet, hogy megvan. Két kis trafó az...
2000-es azért romlik el, mert szerintem ettől az ágtól itt. Azért, mert itt azért romlik el, mert ezt itt leválasztottam. És ez bassza el. Mert két trafó cibálja azt az egy 2000-es kábelt, és szerintem az már nem elég, mert szerintem a két trafó az egyenként 1000-1000 watt. Ha jól tippelek. De ez csak tipp. Hogyha szerintem ott baszódik el. Azon gondolkodom, hogyan lehetne feloldani ezt a függőséget, de leginkább úgy. Igazából ezt le se kellene trafózni. Vagy ne? Mert azért... Igen, mert a polymer press már 1000 watt. Aztán még a szivattyúk, meg még a nagy hálózat. A főgerinc. Azt tudja eléri a 2000-et, és azért megy tönkre a kábelünk. Aha. Tök világos. Teljesen világos. Hát jó, akkor mindennek megvan az oka amúgy. Minden fasságnak, ami történik az életben, mindig megvan az oka. Az meg szóval engedtem el. Oké. Teljesen értem. Na nézzük, még kaptunk-e valami érdekeset. Jeget megint. Megint ezt lekérem a jeget, aztán szétolvad a bázison, felmosom, az kész. Legalább hűti addig is a bázist. Amúgy is van itt már egy kicsi jég. Amúgy ez itt hűt valamennyit? Biztos. Hát itt egy kis foltban egész hűvös lett. Na, ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Milyen cukik? Ez már tenyészet. Ez már tetszik. Ami azt illeti. Várjunk csak, ebből hogyan csinálok szobát? Mert hogy itt jön fel a létránk. Tehát akkor nem ide kell rakni ezt a falat, hanem egy kicsit arrébb. Méghozzá egy, kettő, hát nem mindjárt kiszámolom, bassz meg. Ezt most így nem látom előre, mennyivel kell ezt arrébb raknom, de ennyivel így biztos. Csak hogy egységesen nézzen ki a cucc. És akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát akkor... 10. A belső tér. A 100%, és akkor így építjük meg. Így. Ja. Elvileg így lesz jó. Okay. Ki ne engedjem a sandbagokat, mert megvadulok. $200 ragasztottál rá? Micsoda pocsékolás. Hát lenne két dobos söröd. Ne viccelj már velem, Matesz. Nem volt más megoldás? Ne! Sikerült befalazni? Befalazták a sandbagot? Most miért? Ott van benne a falban. De olyan hülyék. Na, erjünk csak. Lesz erre megoldás. Oda teszek egy falat. Tudom, most be fogom zárni az egyik csávot így. Ezt meg dekonstruktolom. Így. Ő menjen ki, oké, kiment, oké. Akkor visszazárom. Ez borzalmas. De, és visszamegy a lyukban, miért kell bemenni? Jó, köszönöm. Ezek ilyen zugmániásak. Hogy mondják, klaustromániás. Vagy hogy mondják. És pont szünet lett. Hát most zeberedjek meg, vagy mit csináljak? Szegények hidrogénben fürdenek. Meg lehet őszülni ezektől, őszintén szólva. Jó, ez itt mindjárt eléri a szintet, aztán ki fog kapcsolni. De az ott nagyon jó lesz úgy.
Jó, és akkor ez meddig construct. Oké. Okay. Ez így már remek. Te atyaig, mennyi vízünk van. Ezt itt lerombolom. Nem tudom, miért nem történt még meg. Ez volt a legközelebb az asztalom, baszki. Jövezetőnek is jó a 200-as. Ha úgy vesszük. Te atyaig! Elfogy a petróleumunk lassan, nézzetek már oda. Hát van ilyen? Annyi műanyagot gyártunk, baszki, elfogy a petróleumunk. Tartjaig, mennyi pollutant oxygen van ott. De szóval azt kell kitalálni, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát itt, az biztos, hogy segítene az, hogyha ezt innen leválasztanám. És igazából van itt egy hálózat, nem olyan nagyon messze. Nézzük, hogy mennyire terhelt az a hálózat. Mert ez eljön valahonnan. Mi van ezen az ágon rajta? Valahogy meg tudom nézni. Energy, 240, 120, 240, 120, akkor az 480, meg ezért. Elméletileg, de a Polymer Press már nem fér bele. Az biztos. Á, nem. Ez a 325 nem fér bele, ez több mint 1000. Akkor ez az ág, ez mi? Oh my god. Hát itt aztán van fagyasztó bőven. Akkor, ha esetleg van itt, vannak olyan ágak, amik alig terheltek, például ez. Jó? Ja. Már ez sem igaz, már ez az ág is terhelt. Pedig valaha az szabad volt, mint a maror. Nem nagyon van már olyan letrafozott águnk, ahol hogy szabadon bármit húzkodhatnánk. Ez az egy itt amúgy. Ezen van egy gázpumpa, 240 watt. Na most, hogyha ezt kihúznám ide még, az úgy végül is nem lenne szar. De megéri. Megérni? Egyáltalán nem biztos. Vagy akkor úgy csinálni. De az úgy sem jó. Az úgy sem jó. Hát igen, de mindenképp bika kábel kellene. Milyen kábelünk van még? Szóval próbáljuk már kitalálni, hogy lehet, hogy ez a heavy conductive wire, ez mit tud? 20 kW? Mi a pöcs? Hát csak, hogy 100 fém kell egy blokkhoz. Vagy egy, lehet, hogy gyakorlatilag egy blokknyi kábelhez 100 fém. Az 24 blokkot tudunk jelenleg megépíteni, illetve hát 25-öt, de hát az low cookie. És ez mindenen keresztül átmegy? Nem. Az olyan, mint a bika kábel. Aha. Értem. Ez heavy watt? Ja, ez meg az alap. Alap bika kábel. Akkor marad ez, akkor csak ezzel tudunk dolgozni. Hát igazából maximum tényleg azt csinálom, hogy valamelyik ágat kihúzom még onnan. Ezt. Na, de hát az meg ezt a világ végén. Ezt hogy húzom ki elegánsan? Sehogy. Ezt konkrétan sehogy nem húzom ki. Kellene amúgy még egy vizes blokkot csinálni.
Hogy fent elvezetném, itt lejönnék, itt kimennék, így lejönnék. Te atya ég, gusztustalanul néznek ide, legalább lent lenne. Itt átjönnék, és akkor itt arra elmehetnék vele. És akkor nem kell a trafó. Akkor lerombolhatom ezt az ágat így, addig nem fog menni a polymer press maximum. Oké, okay, akkor csináljuk ezt. Nem szép, de hát most mit csináljak? Hoverwire, akkor ezt itt lepusztítom. A trafót is lepusztítom, akkor nem kell. Nyilván így már nincs mit tehermentesíteni. Ez még addig megy, amíg az aksink le nem merül. Viszont... De ezt legalább tudom sima vezetékkel húzni. Nézzük a dolog jó oldalát. Akkor ezt a maradék powerwire-t itt még így dekonstruktolom egy kicsit. Ja. Rohadt locsmány lesz, amit most csinálok. Nem vagy, nem leszek rá büszke, jó? Pak! És fent jövök el vele erre, így. Ó, te atya ég. Szinte rosszul vagyok magamtól, miközben ezt csinálom. Eljövök így, erre. És már nem kell messzire menni vele. Csak idáig. Csak át tudok én itt jönni valahol. Aha. Át bizony. Kell ide raknem egy bridge-et. És kell ide raknem egy bridge-et. Így. Hát ez nagyszerű. Hát vannak dolgok, amikre nem büszke az ember. Mindig kell legyen így ilyen. Az ember mindig elkövet hülyeségeket. Én ezt most tudatosan követtem el, de hát most mit csináljak? De legalább akkor ez a probléma is megoldódik. És nem így tekergeted azt. Ja, azért tekergeti, mert idle is, mert nincs mit csinálnia. Hát! Tekergesse! Ha az neki jól esik, akkor tekergesse. De így legalább már nem sérülnek tovább ezek a kábelek, aztán majd valamikor bemegyek, megjavítom. Ez annyira nem fontos. De közben nézzük, hogy áll a tegnapi kreálmányunk. Hát, itt még van dolog. Nagyon-nagyon-nagyon nehezen gyúlik a koszos víz. Majd talán egyszer valamikor a következő évszázadban lesz belőle valami. Miközben görgettem a YouTube-ot unalmas pillanatomban, feldobott egy ilyet, hogy automatikus víztisztítás melegítéssel. És a képen egy rendkívül egyszerű dolgot láttam, és nem ezt. És nem mertem megnyitni. Nehogy úgy érezzem, hogy az egész tegnapi stream kuka. Úgyhogy inkább maradok az áldott tudatlanságba, és tudom, hogy ez így jó lesz. Na van ez így. Mindig vannak egyszerű megoldások. Ez az első nekifutás, nem is lesz tökéletes. Már most lenne pár dolog, amit javítanék rajta, de még egyelőre nem nyúlok hozzá, mert már én is működik, aztán majd, hogyha látjuk, hogy mi a konkrét baj, akkor majd. Mi csináljak nekrófóra? De mi? Ezt most miért kéred? Fel lesz forralva. Közben valami research-et amúgy berakhatnék. Nem tudom mit. De dolgozom, Gél is. Vízfertőt, igen, vízforralok. Hát erről beszélünk már gyakorlatilag a 8. stream óta, hogy itt vizet melegítünk, és úgy fertőtlenítünk. Itt ez történik. Itt. Jó, lehet, hogy felületesen figyeltél, semmi probléma. Azt gyakorlatilag már végigásatom. És nem szabadult ki egyik shinebug se.
Ha már ennyi egyikunk van, akkor szerintem nyugodtan lerakhatom. Egy, kettő. Nem. Akkor elmondom még egyszer azt, amit az előbb mondtam. Szóval görgettem a YouTube-ot unalmas pillanatomba, és láttam egy videót, amit nem indítottam el, egy rendkívül egyszerű víztisztítási technika vízmelegítéssel. És a képen egy sokkal egyszerűbb megoldás volt látható, mint amit én megcsináltam. Ez is vízmelegítéssel történik, és ez is automatikus, és az is automatikus. Csak az egy egyszerűbb megoldás az automatizálásra, érted? Jó. Nem tudom, hogy sikerült ez itt így. Ez így jobb lesz. Meg hát oda fel kell vinnünk egy kis létrát, hogy majd ezt itt nyilván kiássuk és meg tudjuk építeni felül a cuccost. Illetve kirakhatjuk a stukkokat, mi nem tudjuk lerakni. Na mindegy, nem baj. Majd lesz abból is valami. Közben párhuzamosan dolgozunk, mert ezt is csináljuk. Hát itt folyamatosan olvadni fog. És zavaró. Amúgy zavaró, hogy ez itt folyamatosan olvadni fog. Nem fogjuk megakadályozni, itt ne legyen miközben. Mégis megépíthetjük aztán majd, amikor lesz tető fölötte, akkor majd megoldjuk. Na, akkor másoljuk ezt le. Tehát akkor kell három blokk fel. És akkor egészen idáig csinálunk egy ilyet. Egy ilyet. Lerakunk egy ajtót. Ezt igazából lekenszelezem. Lerakok két mestályt, ugyebár. Fölé rakok egy másik ilyen ajtót. Még ide is rakok egy ajtót. És... lerakok egy blokkot. Így ezt így, ott meghagyom a rést. És ezt így teljesen becsukom. És az egész fölé húzok egy tetőt. Meg oda létre, meg így. Valahogy így. És így. Szerintem kurva jó lesz. Szerintem majd utána képítem a csöveket, meg mindent, először legyen kész az épület. Ja, mert ez így igazából viszonylag moduláris, tehát hogy a végtelenségig megyünk felfele, és annyi szintet építünk rá a tetejére, hogy tudjunk termelni oxigént, amennyit nem szégyenlünk. Hát, mondom, most van kiad a feladat, most nem mondhatja senki se úgy unatkozik. Elméletileg, most nézzük ezt a kaktuszt. 100 fokig bírja, és bármiben el van a Joya Seed. Kell Joya. A Joya kaktusz. Kicsikét szorgosabbak is lehetnétek ott az építkezéssel, köszönöm szépen. Kimásztak a bogaraim, megvadulok. Ne! Kimászott! Kimászott az egyik! Hát az már ott marad. Az ott pusztul meg. Nem fogom visszakergetni. Nincs az Isten. Majd ki kell egy másik. Szaporodnak, az a lényeg, szaporodnak. Szenet, ahogy nézem, egész jól tudunk termelni. Né, kikelt! Pont a szemem láttára, de cuki! És hogy vigyorogott, milyen boldog. Várj csak. Na, V3, ne fulladozz, kérlek. Nem szabad. Fulladozni tilos. Nézegettem egy modot a Steam Workshopban, ami megneveli a pályát kétszer ekkorára, mert itt a pályának a széle. Itt. Tehát ennél jobban nem tudok balra menni, illetve más irányba is sajnos véges a pályának a mérete, ott meg ez. Tehát gyakorlatilag a bázisom szélessége még
ötször akkora tudna lenni, mint jelenleg, és ez egy kicsit kiábrándító. Nyilván még early access a játék, gondolom az lenne a cél, mint a Minecraft-ban, hogy ugye végtelenségig ugye generálódik le a pálya, és úgy tárolja le lemezre. És én úgy bírnám elképzelni, hogy ennek úgy lenne faszán létjogosultsága később, hogy végtelen lenne a pálya generálása. Annak örülnék a legjobban amúgy. Hát most sajnos limitációkhoz kötött, de hát ez van. Bef. Leütöm sörözök és befegni fogok. Bogársimogató képzettség az a... Minek fordítják a rendszert? Hát ilyen állattenyésztő. Van ilyen képzettség, igen, de így hívják állattenyésztő, ő gondozza az állatokat. És hát a gondozásban benne van a simogatás is. Nem azért simogatja, mert állatmániás, hanem azért, mert vidám állatokat szeretne. És mégis a vidám állatok megvannak. Viszont itt ez a rengeteg hidrogén, ez itt tényleg kiábrándító. Kicsikét jobb légkört kellene itt biztosítani, de itt ez az egész hidrogénnel van ám tele. Tehát nem tudom, hogy hogyan került ide ennyi hidrogén, de ez így nem jó ebben a formában. Nyomok itt egy deconstructot meg itt. Ide berakunk egy ajtót. Honnan jött ez a hidrogén, és miért úgy gyűlöm lett fel? De ugye a hidrogén a legkönnyebb, és a bázis tetején kéne legyen, ehelyett a bázis tetejétől egy szinten lejjebb van az összes hidrogén. Tehát nagyon szépen elszaporálódott ebbe a két helyiségbe, két-három helyiségbe. Kicsit értetlenül állok a dolog előtt. Ingen, Firebolt ide már pakolok is. Gyorsítsuk a közlekedést, amennyire csak lehet. Némi oxigén van itt, de nagyon kevés szivárok be. Ez a hidrogén meg innen soha nem fog eltűnni gyakorlatilag. Lehet, hogy valahogy ki kellene engedni a szabadba, de itt az egész, ez az egész rész itt fel van felgyülemlett hidrogénnel. Nem is tudnám kiengedni sehova, még ha akarnám se. Itt meg megint klorgáz és natural gas van. Furcsa. Honnan jön be ez a sok szar? Festőművészünk nem fejlődött sokat az a helyzet. Ne, és megint kapok trágyát. És mit csináljuk ennyi trágyával? Hagyjatok már. Jó, persze kell a növényeknek, de annyi növényünk nincs. Annyi növényünk nincsen. Ez az egy szerencsétlen shinebag itt elkóborolt. Legalább van itt egy kis foszforit, azt némileg tudja még eszegetni. Úgy ennyi. Hát a műanyag gyártásunk az nem alakul éppen. Zökkenőmentesen, ahogy nézem. Itt egy csomó víz csöpög le. Folyamatosan fagy meg. Aztán olvad fel, és fagy meg. És olvad fel. Hát igen. Hát úgy is mondhatjuk, igen, kaptam egy kis szart. Végül is. Ez tény, ezt nem mondhatom. Nem lehetek hálátlan. Szart kapok, még annak is örülni kell. Nagyon szép oxigén van fent.
Ez a lényeg, hogy csak fent. Lent meg ilyen immelámmal. De hogy itt mi van, ez itt borzalom, ami itt van. Na mindegy, majd ezt is megoldjuk. Lehet, hogy mai streamben neki fogok állni ennek a gázszeparátornak, és külön tartályokban szétszedjük az összes gázt, amit megtalálunk a bázison. Ide-oda leteszünk egy szivattyút, akármilyen ronda is. Olyan kritikus helyekről össze szokott gyűlni a gáz. De tényleg. Kiszívjuk a gázokat, csoportosítjuk, összegyűjtjük tartályokba, az oxigént visszaengedjük, minden mást meg eltárolunk. És igazából így talán fenn fogjuk tudni tartani a tiszta levegő körforgását a bázison. Annyi az egészben a gáz, hogy... Szó szerint... hogy rengeteg áramot eszik ez az egész. Tehát a gázfilter az nem tudom miért eszik 240 wattot, de... cefet. Egyszerűen cefet. Azt már ne is elsátok ki, jó az úgy, ahogy van. Oké, és akkor ez itt elkészült, akkor már meg kellene építeni ezeket az ágyakat. Gelenó ugye a művészünk, hogyha tudna szép festményeket pakolni, az csak jó lenne. Nézzétek, már ilyen festményünk is van. És ez jobb dekorba, várjunk csak. 15 dekor, ez 10 dekor. És hogyha ebből le tudok rakni egy... Mennyit tudok ebből lerakni? Egyet, kettőt, Szerintem ez még mindig jobban járok. Tehát ebből... Ebből négyet biztos lerakok, ebből pedig maximum hármat. Se. 40, 30. Jó ez így. Igazából jó ez így. Hát persze, itt ne szellentsenek, azt kirúgjuk. Azt megöljük. Aj, fingani mer. Aztok szedjétek össze ott azt a sok szart, illetve hát ezeket is nyilván végig a háló körletekbe össze kellene szedni, szedegetni és eltüntetni a sok szemetet a földről. Ott maradt a sarokban egy blokk. Ez a legusztustalanabb. Ott van, ott piszkálja az agyamat, hogy ott van. Na mindegy. Alakul ez itt? Alakul? Hát, a szózás, de van. Itt lassan elkészül ez a kis ide kábelezés. Egyszer majd lesz belőle valami. Nézzük, nem melegszik amúgy a biomunk? Mert ugye ez egy félelmünk volt nekünk. Minusz egy fok. Egy fok, minusz kettő. Minusz kilenc. És azért kurvára meleg lett. 47 fok lett itt, te Jézus Atya Úristen! Hát a polymer pressünk felmelegítette a környezetet, de ez egy cefet mód. Ha. Nagyon érdekes. És nem nagyon tikkel lefelé a hőmérséklet. És nézem, 47 fok. És nem változik. 46, 47. Lehet, hogy annak volt igaz, aki azt mondta, hogy fel lehet melegíteni egy biomot, el lehet rontani egy fagyos biomot szépen. Mert ez most már nem működik, már egy jó ideje. És még mindig kurvára meleg. Szép fokozatosan melegszik ez az egész. Mit csinálsz, nekró? Miért? Most ez miért? Tüntesd már el azt... Ja.
Jó. Reménykedjünk, hogy van annyi nyersanyagot, hogy te ezt itt le tudjál mászni. Nincs. Nincs annyi nyersanyagod. Ne, hát az fasz. Valakinek nekrót ki kellene szabadítania, azt úgy fogjuk megoldani. Hú, nekrónak minden baja van. Hogy... Ráteszünk egy 9-es prioritást erre. De hogy sikerült oda kiásnod magad? És az, hogy pont éjszaka jön, és senki nem lesz, aki kimenekítsen. Ez Cefet. Azt nézem, hogy hogyan tudnánk fellépcsőztetni téged itt ezen a részen. Nekro elaludt. De hogy nem tudnak úgy építkezni, hogy nem lenne olyan bonyolult algoritmus igazából, hogy valahogy megalkotni azt, hogy ne zárják be magukat emberek olyan helyekre, onnan nem tudnak kijönni. Na jó, most már épül már a kis létránk. Mindjárt oda megy egy rakás ember és egyszerre fogja megcsinálni, csak Nekro ilyen ne halljon. Nyomás. Építsétek ügyesen, Adefix már csinálja a kis dolgát. Nagyon helyes. Szerintem a Nekrónak némi oxigénje azért van. Kicsit több hajlandóságot, ha szabad. De miért elérhetetlen építkezés ez itt? Istenem! Jaj, Istenem! Senki nem azt csinálja. Nem azt csinálják, mert valamiért elérhetetlen az építkezés. Akkor... megközelíthetjük ebből az irányból is, nekem kurvára mindegy. Csak... jó lett volna céltudatosan csinálni a szart. Ja, igen, akartam mondani, csak meg akartam várni, hát kicsikét többen leszünk, hogy elvettem mindenkinek a pingvin tolját, és mindenki nulláról kezdi azért, hogy lássam, hogy ki mennyit van itt. Mert ugye azért vettem el a szerencsejáték lehetőségét, hogy kialakuljon egy rangsor, de ugye hát ez már egy manipulált rangsor, mert már mindenki szétszerencsejátékozta az agyát. Úgyhogy ne haragudjon senki, de igazából mivel a pingvin tollakkal úgy sem tudtok mit kezdeni, csak nekem információ, nektek úgy különösebben nem. Úgyhogy mindenkit kinulláztam. Szomorú, tudom. Hát neked 50 ezer volt, hogyha itt vagy sokat, akkor ugyanúgy első leszel. Tehát 50 ezer az mennyi? Tehát az sok vagy kevés? Átlagosan sok. Hogyha azt nézzük, hogy vannak, akiknek mondjuk 100 volt. Szóval jó, lehet, hogy te nem szerencsejátékoztad el, de van, aki igen. És lehet, hogy sokkal hátrébb lennél, hogyha senki nem szerencsejátékozik, érted? Tehát ez vele a problémám. És hogyha az 50 ezer akkor sok volt, akkor hogyha most sikerül azt megoldani, hogy senki nem szerencsejátékozik, illetve ez már sikerült, akkor lehetséges, hogy a 100 is sok lesz két nap múlva, vagy két hónap múlva, mert neked éppen annyi lesz, és te leszel vele az első. Effektíve nem ér semmit a pingvintól. Ezért senki nem segít Nekrónak. Ó, bassza meg, hát itt kimaradt egy kicsi ásás. Senki nem segít Nekrónak. Menten lepetélek. Micsodát? Mit dobjunk közösbe? Nekem nem kell semmi. Mi az a Tannenberg? Tannenberg. Tannenbaut ismerek, de az más. Nekro az utolsókat, lehet, hogy vissza fogom tölteni, mert ez itt Cefet. Most igazából arról szól a játék, hogy azt várom, hogy Nekro szabadítsak ki. Kemény.
Nem tudom, dobjuk be közösbe. Nem vagyok én ilyen játékhajhászan, nekem mivel játszanom bőven. Nem fontos. Gyorsan. Csináljátok. Kurva gyorsan. Jó, visszatöltöm. Körülbelül 3.34, igaz? 3.34, nézzük meg azt. Neki semmi értelme nincsen. Pisilni kell neki, mert már 50-szer bepisilt azóta nekró, de semmi baj, mert abban a koszos vízbe hadd pisiljen. Nem red alert. Visszatöltöm. Red alert, az a baj, hogy akkor minden felborul. Nem red alert eszetek. Red alert akkor kell, hogyha az egész kolónia veszélyben van. Egy ember van veszélyben, azért nehogy már az egész kolóniát mozgósítsunk. Függetlenül attól, hogy ki az. Na, a nekroit még nem zárta be magát. Tökéletes. Egyszerűen tökéletes. És valahogy jó lenne, hogyha ez most nem is következne be. Na, mit csináltunk meg azóta? Ez itt épülget, az ott épülget, ja igen, amit biztosan megcsináltunk, az, hogy leraktuk például a festményeket. Na. Lerakom a stukkókat is mindjárt. Ott jön nekró. Nézzük, nekrónak van-e kedve most beragadni? De gondolom nincs. Na itt hogy áll ez a kis vízpumpálás? Még nem értük el azt a szintet, hogy az átkapcsoljon. Itt ez hogy áll? Hé! Majd valamikor lesz belőle valami. Most viszont lehet, hogy mást kaptunk. Omlett. Az jöhet. Úgyis fogyok ajánlunk egy kicsit. És Necro lehet, hogy most nem építi be magát. Nézzetek, Necro most egy visszatöltésre később okosabb. És minek örülnek? Valami fejlesztés elkészült. És az egész bázisnak egyszerre kell örvendenie. Na jó. Ja, igen, meg amin közben még bosszankodtam, hogy itt mi a szart szűrök. Itt még mindig széndioxidot. Igen. Nézzük még mi megy ebben a csőben leginkább. Klórgáz. Meg... állj meg! Meg natural gas, ez a kettő. Folyamatosan váltakozva. Nem vagyok elégedett. Egyszerűen nem vagyok elégedett. Hát, mükszik az áramkör, de még nem derült ki az a helyzet, Klupi, mert nagyon lassan gyúlik a pisi. Nagyon-nagyon-nagyon lassan. Hát mindegy, majd meglátjuk alkalomattán. Kicsit rágyorsíthatunk, hogyha ezt felmosom amúgy őszintén szólva. Úgyhogy ha valakinek majd kedvet szottja felmosni egy kis pisit a szabadban, akkor azt megtehetné. Illetve ha már ilyen magasan vagyunk, kicsit utána nézhetnénk, hát van itt egy kis gejzír valahol. Itt a pisibe mártott étkező asztal. Milyen idilli csendélet, nézzétek meg. Egyszerűen remek. Valami hangot hallok őszintén szólva. Ugye a talapzatát, hoppá, hoppá, itt egy kis neutrónium. Itt van egy gejzír, itt, ebben. Itt, ezen a részen. Na de milyen gejzír van ott, ha? Most azonnal kellene oda felásnunk, hogy megnézzük, milyen gejzír az. Mert ha víz, akkor örökre megoldódott az összes problémánk. Idézőjelben örökre, tudom, hogy nem. Még mielőtt valaki kijavít ebben is. Szóval. Időt és energiát nem sajnálva.
meg az egészségi állapotot sem. Mert hogy azért itt elég sok slime-ba kell majd bele áskálódnunk. És ez itt miért elérhetetlen? Nagyon jó kérdés. Necro? Na, Necro nem ásta be magát, remek! Egyszerűen remek. Még rágyorsíthatunk egy kicsikét, hogyha ezt így itt így felmosom. Legalább nem fog csöpögni itt a semmibe a pisi. Ez itt mindjárt eléri a szintet. Hogy nézzünk most ki? Ezen a szinten van. Hát, még csak 15 kg víz. Majd 500 kg, hát 500-at kell elérni ezen a szinten. És akkor fog bekapcsolni ez a cucc, és elméletileg akkor ennek a medencének a telítődése le kell, hogy álljon. Hát, amióta megépítettük ezt az áramkört, nem pisil senki. Nagyon, nagyon kemény. Galando továbbra sem tud szépen művészkedni, nem baj. Ez mi? Atmoszféra? Ja, értem. Igen, meg kell oldani, hogy itt oxigén legyen, és ne hidrogén a későbbiekben. Sőt, nem a későbbiekben, gyakorlatilag most azonnal meg kellene oldani. De ezt a függőséget majd igazából az fogja feloldani legfőképpen. Most nem törlök még el ágyat, most mindenkinek van hol aludnia. De azt fogja legfőképpen ezt a függőséget eltörölni, amikor megcsinálom ezt a másik hidrogénes oxigén termelő kis bázist, akkor fogok tudni ide vezetni már oxigént. Elméletileg. Jó kis hűvös oxigént. Ja. Jó. De hát ez majd akkor fog kiderülni, amikor... Kiderül majd annak idején, amikor ki kell derülnie. Ja, most van bőven feladat, baszki, úgyhogy... Úgyhogy nem is adok ki többet, csináljátok csak. Necrot fogjuk előre küldeni a slime-ba, hogy felfedezze a kis gejzirünket. Igen, habos lett. Nem, amúgy Necro nem PC-ztelek ki. Ez véletlenül alakul mindig így, hogy te kapod a szarmunkát. Ez teljesen véletlen. A rendszer automatikus, én nem nyilok hozzá. Kiadom a feladatokat, és így alakul. Nincs rá befolyásom. Illetve csak minimális. Közben, akár le is pakolhatnám itt a kis pumpát. Meg ide is tehetnék egyet. Meg lerakhatnám az elektrolizálót. Ugyebár ő ezt, ugye? Igen. Mi ez a karbonizé? Ja, értem. Ez a carbon skimmer, ez vizet használ arra, hogy a széndioxidot kiszűrje a levegőből. És mi a melléktermék? Egyrészt melegszik. Milyen outputja van? Szennyezett víz? He? Máó? Ezt majd mondd meg, kérlek, Adefik. Mert a szennyezett vizet termel, akkor végül is ide erre a lenti szintre egy ilyen carbon skimmert akár le is rakhatnék. Hoho! Ja, ezért mindig csak 40 kiló. Ne majd. Egyszer majd elkészül.
Ez is elindult felfele szépen ügyesen. Hallok itt még valamit. Vagy minek van ilyen hangja, ha? Ej! Ajja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 j
fújni, de itt van. Megvan a vízforrásunk. Megvan a vízforrásunk. És ez itt vajon milyen? Mindegy, ezt megnézzük, aztán utána menjünk tovább felfele. És ezt a cool steam ventet valahogy megzabolázzuk. És az a jó, hogy itt van fölötte, tehát gyakorlatilag még akár csöpögtethetjük is a vizet. Miért ne? De hogy? Az ott el van zárva teljesen. Cool steam vent. Hány fokos vizet csinál? Ezt meg tudjuk most nézni. Jó, hát az is 80. Ha? Jó. Böf. Hát igen. Cool steam az cool steam. De gőz. Attól még, hogy hideg. Sok. Hát a 80 az határozottan sok, ja. Hogy valami kitalálunk arra. Lassan-lassan lehet, hogy el kellene gondolkodni ennek a fagyasztó cuccnak a beüzemelésén. Ez a környezetét fagyasztja, igaz? Rengeteg hidrogénünk van, nagyon sok. Nagyon sok felesleges hidrogénünk termelődik, illetve hát... Isten tudja, de aránylag sok. Majd kitaláljuk, hogy az hogy legyen. Szennyvizet gyárt. A Carbon Skimmer. Kösz. Tudom, hogy azt kérdeztem, és kivételesen nem felejtettem, hogy kérdeztem valamit. Közben lerakom ide a hidrogén generátoromat is. Hol van? Miért nem látom? Itt van. Azért nem látod, Benny, mert vak vagy. Ide már nem kell két nagy akkumulátort leraknunk, teljesen felesleges, hogy itt van. Igazából egy akkumulátor is a Smart Battery bőven elég. Úgyhogy ezt már nem toljuk túl. Miért is tolnák? Sőt, mi több? Ha belegondolok, igazából össze is köthetnénk. Tehát, hogy... lejövünk ide. Ma még nem lett úgy CPU, Alex, de köszi a kérdést. Valamikor a hónapban. Majd alkalomattán. Majd lesz. Ezt összeköthetem. És ezt összeköthetem. És azon gondolkodtam, hogy igazából ezt is összeköthetném valahol. Witcher helyett Oxygen, igen. Hát, nagy dilemma ám, elhiheted, Andris. Kurvára szeretem ezt a játékot, és a tegnapi annyira nagy impact volt, hogy mondom, én az Oxygen-nel álmodtam. Forgolódtam egész éjszaka, nem tudtam aludni, mert azt álmodtam, hogy folyamatosan építkezek. Jézusom, meg logikai áramköröket kötöttem álmomba, meg ilyesmi. De nem volt rossz álom, csak nem volt túl pihentető, de nem vagyok álmos. Tehát az érdekes, hogy csak nem tudtam elszakadni agyilag a játéktól, és ezzel álmodtam. Tudom, ez már beteges szinte. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor kell abba hagyni, de nem megy. Nem megy. Valahol kint kell összekötnem, mert megépül az egész rendszer, be fogom zárni, és nem lesz lehetőségem bent összekötni. Reggelre fáradtabb volt, mint lefekvés előtt. Határeset. De érdekes, hogy nagyon, én most hétközben nagyon sokat aludtam, tehát kurva sokat, és szerintem bepótoltam. Tehát most így péntekre belefért egy kis kialvatlanság, mert amúgy nagyon jól aludtam egész héten, nagyon sokat. Voltak olyan hétköznapok, amikor 9 órákat sikerült simán aludnom, és így nem zavart. Nagyon örültem ennek amúgy, hogy végre egy olyan hét, amikor nem voltam fáradt minden nap. De csak azért, mert erőt vettem magamon, és aludtam kockulás helyett. Ez sokat számít. Kellene ilyen heteket csinálni, mert az ember kifullad egy idő után. Jaj!
Nem, mi ez a Natural Gas Generator? Ja, tudom, ezt azért raktam ide, hogy majd amikor megy ez a petrólumos finomító, akkor majd itt lesz egy csomó földgáz. És az a csomó földgáz az eltűnt. Nem tudom, hova lett, baszki, volt itt egy csomó földgáz, és eltűnt a gecibe. Csak hogy ilyen drasztikusan fejezzem ki magamat, fogalmam nincsen, hogy hova lett. Nagyon sok földgáz volt itt, és szerintem az összes beszivárgott a bázisra. Amúgy elnézve a bázisnak az állapotát, borzalmas. Nagyon gyorsan meg kell csinálni plusz oxigéntermelést. Innen meg most már klórgázt kell kiszivattyúznunk. Aksik állapotát nézem. Hát van itt, ami azért le van. Elég kotla a hálózatunk. Szerintem egy smart battery elég lesz a két öcsusznak. Meg szerintem az oxigént is bevihetném egy csövön amúgy. Hogyan megy itt az oxigénünk? Nézzük meg. Vajon be tudok kötni még egyet? Vagy vigyek még egy csövön? 500 gram. És egy blokkba hány gram fér el? Szerintem be kell férjen még egy amúgy. Aha. Igen. Igen, igen, igen. Be fog férni még egy. Jól tömve lesz a cső. Aha. Az nem baj. Effektíve. Várj, csak arra válaszoltad? Ja. Jó, hogy az üveggyártóra válaszoltad, hogy szutykos vizet termel. Mert én a közben kérdeztem tőled a carbon skimmert. De kösz szépen, kösz szépen. Oké, már minden világos. Na hát, az már elég nagy fáziskésés, hogy ezt ne tudjam lekövetni. Ja, hát csináljátok, már építkezzetek, mi van veletek? Meg kell benneteket dorgáljalak. Hát ez így nem állapot. Nem haladunk. Azon gondolkodtam, hogy ha már itt ilyen rohadt nagy tornyosulás van. Figyeljetek ide. Itt azért elég sok oxigén tornyosul. Lehet, hogy ide kivezethetnék egy leágazást. Vagy mondjuk ebbe a helységben nyomathatnám, tölthetném fel oxigénnel szépen lassan. És lehet, azt meg is csinálom. Ezt ilyen insulated gas pipe-al, hogy ide hozok egy ilyet, ezt így lenyomom itt. Még egyel. Mondom, még egyel. És ügyesen bevágok ide egy ilyen kivezetést. És amúgy meg lerakhatom már a stukkót. Stukkót! Hogy le is lakom. Hol a cucc? Hol a cucc? Itt. Hát igen, nekem nincs bekapcsolva a latency csökkentés. Inkább szebb legyen a downscale ennyivel. De én nem csökkentem a latency-t. A mai útirány a streamen alacsony volt egy latency, és észre is vettem amúgy. Nagyon gyorsan válaszolt például Szlovi, miket kérdeztünk. Kurva jó volt. Baszki, akkora fasságot csináltam, Alex. Megvolt ugye az első útirányos adás. Tudod, szívesem a... Tudjátok, van a Twitch-en egy alapbeállítás, amikor indítasz egy új csatornát, hogy elmentse a streameket. Alapból ki van kapcsolva. És nem kapcsoltam be. És mikor vége lett a streamnek, jöttem rá, hogy hát, ez a felvétel ez elveszett. Úgyhogy nincs felvételünk arról a mai streamről, de nem baj, mert igazából
nem akartuk. Később megbeszéltük, hogy nem, tehát nem feltétlenül töltöttük volna fel, csak jó lett volna visszanézni, hogy mennyire volt szar, vagy mennyire sem, mennyire volt vállalható. Hát úgyhogy ezt most nem tudjuk megtenni, úgyhogy maximálisan csak arra tudunk hagyatkozni, hogy vagy mit mond például Zoli volt ott, meg Szlovi, meg Kem, meg még páran, akik amúgy itt is gyakran itt vannak. Majd kikérdezem őket egyesével. Kivallatom őket, hogy milyen volt. Hát, mire ebből cucc lesz, baszki? Az egy élet. Nem baj, nem tudtál ott lenni amúgy, de nagyon jó kis beszélgetés volt. Nekem kifejezetten élveztem, nekem tetszett. Hogy ezt meg folyamatosan fogom feltörölgetni, ami itt van, Pisi, hogy tűnjön már el. És most engedtünk be egy csomót. Ó, baszki. De nem baj. Nem baj, Klupi, nem baj, Klupi. Majd a következő adás az már rögzítve lesz, mert bekapcsoltam ezt az opciót. És mekkora gáz. Amúgy kurvára gáz. Na mindegy, mindegy. Nem is akarok így erről nagyon sokat beszélni, csak mekkora balfasz vagyok. De hát olyan rég volt már, amikor ezt a csatornát indítottam, hogy én elfelejtettem, hogy az alapból ki van kapcsolva ez a feature. És a streamers az elveszik a gecibe, hogyha nem kapcsolod be. Úgyhogy szopás. Szopás. Jó lett volna meghallgatni, milyen volt a hang. Mert csináltunk próbafelvételeket, de az mégis más, amikor az ember tesztel, valahogy sosem tud úgy tesztelni, mint hogyha egy valódi szituáció lenne, hogy beszélgetünk. Valamiért ez egy kicsit más, egy kicsit. Zavar, hogy ott van az a blokk, ott az ott. Azt ki kell onnan szedni. Jaj, de hát mikor jutunk ide is fel? Néném baj, majd egyszer. Ott van még egy kis pisi. Ha, pont átszivattyúztuk ezt, pont átszivattyúztuk, remek. Egyszerűen remek, akkor nem tudtok megnézni, hogy működik az a kapcsolónk, de ezt itt most már kiáshatjuk. Hát csináljuk meg. És akkor még több pisit engedünk a rendszerbe. Legalább ez itt már nem lesz útba annak, hogy itt felmenjünk. Szegény nekrot megkorbácsolták. Korbácsolják oxigenbe, korbácsolják a való életbe. Ezt téged csak korbácsolnak, te hajtanak, csináltatják veled a szarmunkát. Valamilyen lehet neked ez a végzeted. Tudom, szar erre így rájönni, de... De ja, az öldvízben van-e hal? Abban van igazán. Ez a hal, hol van? Pacu. Pacunak hívják. Hol van Pacu? Pacu. Pacu a hal. Ezt kedveli igazán. Nézd meg, happy. Ez a hal éppen nagyon boldog, mert egy kis pisiben úszhat. Ez ilyen hal. Nézzek, hogy néz ki. Tehát ránézel és látod, hogy a pisit szereti. A formájából. Meg a szemén látod. Ilyen kis szúcskondáros. Azért vannak azért mínusz 40 fokok szépen. Itt az űr! Itt van az űr, srácok! Látjátok? Vákum van ott. Fogalmam nincs, hogy kell, mit kell az űrrel kezdeni, nem tudom, nem tudom. Majd rájövünk. De úgy tűnik, hogy van az a szint, amikor már nem mehetünk feljebb. Mi van, ha benyitok az űrbe? Mi történik? Hát majd lesz pár visszatöltésünk, úgy érzem. Hát ez az! Mi lesz, ha kiásom magamat az űrbe? Készippantja a bázis, egy puf! Mint a volt az Alien 4-ben az utolsó jelenet, amikor azt a humanoid alient kiszippantotta a kis lyukon. Az űrhajóból a vákum. Na, hát lehet, hogy úgy fogunk járni. De nem lesz túl gusztustalan. Semmi, elvileg kiszökök a levegő. Hát ez nem semmi. Tehát a semmitől az nagyon távol van. A levegő ne szökjön ki, mert én fog kiszökni valószínűleg a streamből azonnal. Ne szökjön ki. Az én levegőm nem megy sehova. Hé. Mi az a pisi itt? Ja?
Sikerült egy kis pisit ide teregetnem. Eregetnem szépen. Nem jó. De moshatjuk is fel. Na remek! Ó, minden... Ne! Belement a pisi az olajba! Az gond? A pisis olaj gond? De miért van itt ennyi? Hát menjetek már a picsába! Gondolom, amikor az olajfinomító beszipkázza a pisit, akkor kicsikét romlik, aztán ennyi történt, igaz? Mondta csak ennyi. Ez itt mi a szar? Ez itt mi a szar? Miért van pisi az állomáson? Ki húgyozott be? Az honnan jött az? Húha, ez most nekem magas. Oly, nézzétek! Telítődik fel oxigénnel ez a rész. Nagyon helyes. Szőkítem az olajat. Ez honnan jött ez a pisi? Ja, befolyott a izén! Befolyott a... Itt folyik be. Vagy ha a zsilipen sokan mennek át egyszer, sokáig van nyitva a zsilip, és befolyik egyszerűen. Az történt. Jó van? Jó van. Nem baj. Az ajtóból jött, persze. Nem tudom miért, nem esetleg hülye vagyok. Valószínűleg. De legalább lett egy kis algánk is, hogy ásunk felfele. Most ha még attól a kis algától is, de legalább kicsik és stabilizálódik a helyzet. Itt már folyik be a pisi. Ó, nagyon jó. Ó, nagyon jó. Itt a cool steamment. De szép! De szép! Hát most mit ne mondjak? Egyszerűen gyönyörű. Jaj, de jó lesz! Lesz vízünk! De nem sok, mert nézzétek meg, itt ennyi víz van, tehát hogy ez... Nem sok. De legalább van. 32 fok. 33. Amikor kitör, akkor meleg, de amikor már ki van törve és már lehűl, akkor már nem meleg. Egyszerűen fergeteges. És nézzétek, itt is egy gejzír. Ez egy gejzír paradicsom ez a rész, srácok. 1-2-3 gejzír van egy képernyőn. Szuper! Most nagyon sok polluted water tudunk beleengedni amúgy a kis leeresztőnkbe. Azért jó, mert hát ugye gyűlik folyamatosan a kis rendszerünkbe a cucc. Hát így most már nem is kell ekkora helység ide. Szerintem azt fogom csinálni, hogy én ezt itt elfalazom, és valamiért hasznosítom ezt a helységet, mert gyakorlatilag ennek itt nincsen értelme. Ezt itt felmosom, aztán majd valamikor. Ja, az lesz. Ennek így most már nincsen értelme. Visszafalazom, aztán valami majd lesz ebből. Összönyű szóval még nem tudom, mit csinálhatnék, de lesz. Na, hogy állunk itt? Ó, hát ez még mindig nem készült el. Irgalmatlan. Miért nem tud elkészülni? Pedig Necro már kurva gyorsan építkezik, kár lenne érte. Necro egy nagyon fontos láncszem a kolónián. Most tört ki. Így néz ki, amikor kitör egy gőz gejzír. Tehát ugye jön a gőz, itt terjünk mindenfele, aztán hát kicsapódik, és víz lesz belőle. Ilyen rendkívül egyszerű. De hát ez itt most éppen meleg. De ez nagyon kevés vízem. Nagyon-nagyon kevés. Na jó, hát majd azért megzabolázok. Nem sok, de igazából egy csepp a tengerbe. Jó, szerintem én ezt itt egy kicsikét kikapcsolom. Disable building. Mert most itt egész jól állunk, itt most már oxigénünk van gyakorlatilag.
Itt is az elszállítást kiadom parancsba, vigyék innen azt a sok szart, ami itt felgyülem lett. Nézzük, hogyan vagyunk most. Na, így most már azért kicsikét egészségesen nem gyülemlik fel sehol. Habár nincs is olyan sok, de mondom, azt fogom csinálni, hogy ebbe a fő csapásba igazából belekötöm szerintem. Itt, ami kijön. Sőt, ezt igazából már ki is építhetem. Szerintem Radiant Gas Pipe-pal kellene végig haladni itt. Most mivel haladunk? Nem azzal. Pedig azzal kéne. Hát ez azért az drága. De hát most mit lehet tenni? Aranymalgából kellene megcsinálni. Hát viszonylag sok van. Vagy Wolframidból? Abból már kevés. High thermal conductivity. Vezeti a hőt, mint a disznó. Na jó, akkor megcsináljuk ebből. És hogy ne kelljen bemenni a másik helyiségbe építkezni, szerintem ezt úgy csinálom meg, hogy kívülről is megépíthető legyen. Bekötöm ide. Valahogy így, csak akkor ugye megint jön képbe az a cucc, hogy meg kell csinálnunk itt ezt a fenti létrát. Így. Amit, hát igazából nekrok kiszabadítására akartam megcsinálni, de hát most mindenképp meg kell. Szia, Shippy! Hello, üdv! Köszi, hogy itt vagy. Rabul ejtett a játék. Egyszerűen rabul ejtett. Nem tudok tőle szabadulni. A szállítási feladatot is kiadom. Mindenki tüntesse el, amit csak tud. A printing podunk aktiválódott. Kezd kurvára meleg lenni itt a szobában. Bocsi! Elkezdve a radiátort, mert megsülök. Hát kellemes kis hűvös idő volt egész nap. Esett az eső, meg minden, és... ja, tehát... kicsit vissza kellett tekerni a fűtést. De csak egy kicsit. De most nem megsülök. Elszoktam tőle még ez alatt az 1-2 hét alatt, és amikor alaphangon ment. Nem kell ez a, nem kell ez a három szemű. Menjen innen, nem kell, fúj. Hogy kinéz? És az az érdekes, hogy nem olvad fel ez a jég. De mindig mínusz 37 fokos ez a jég. Ha másnak nem, arra jó, hogy hűtse itt a környezetet. Mert amúgy hűti. Tehát egyértelműen látszódik, hogy itt azért ezt így visszahűtötte. Tehát itt ez a tájl, ez mínusz 25 fok. Nem hűl ki a jegünk. Tök jó. Szerencsére a bázisnak van még hűvös fele. Hát azért itt ebben a 34 fokban aludni már nem kellemes. Hát, hogy lerakhatnék egy-kettő ilyen fagyos kaktuszt ide a folyosókra amúgy, de hát azt tudom, hogy a sok szart nem ér. Nagyon jó. Egyszerűen remek. Igen, ezt az olajat szépen megszőkítettük itt. Nagyon kevés pisi folyott amúgy bele. Nagyon-nagyon kevés. Ez igazából kit érdekel kategória. De mindig 81 fokos ez az olaj amúgy. 100 fok van, van itt egy kis gyémánt. Nem tudom, a gyémánt az mire jó? Értem, hogy érték. Azon felül. Ó!
Eljutottunk ide. Ide. Meg kell néznünk, milyen gejzírt találtunk, mert ha ez is víz, akkor win. Nem tudom, lesz-e akkor a szerencsém. Itt ezeket az útmenti kis algákat én itt kiáskálom amúgy. Azért az kell, ha már itt vagyunk. Átlátsz a kocka? Hát mire jó? Tengedi a fényt az űrből. És alá lehet tenni a napelemet, igaz? Azért kell az átlátszó kocka. Jaj, de kint az űrbe mennek az aszteroidák. Mi vannak becsapódások, meg ilyen, tehát diszaszter jellegű események történnek. Az űrben, gondolom. Az már nem jó. Mi lenne, ha Harvestet bekapcsolnám azokra a cuccokra, amiket elérek? Nem egy ördögtől való cselekedet lenne, igaz? Kinek fáj? Hát, majd elkészül egyszer valami. Valami valaha. És most itt nézek valamit. Aha. Jó, igen, csak hogy amikor nincsen vízben a pumpa, akkor szivattyúzik-e, de nem. Szerencsére nem szivattyúzik. Hát itt... Ja, és micsoda szerencse. Ez egyszerűen fergeteges, de ezt még nem köthetem be, mert... Ja, de még nem került áram alá. Várjunk csak, hogy van? Ez még nem fog tudni elindulni, mert még nincs bekötve áramba. Jó, akkor azt megcsinálom. Azt hiszem. Na, várjunk csak. Vagy ezt most összeköthetem. Milyen vezetékkel? Bármilyen vezetékkel összeköthetem. Sandstone. Hogy én ezt itt fent így, erre, én ezt itt így. Ez a sör, ez most életmentő, baszki. Nagyon ritkán sörözök. Látom, a borozni szoktam mostanában. De most kurvára megkívántam. Vettem két dobozzal, csak két doboz, nem sok. Szegény nekró fulladozik. Okés. Hát ez a hidrogén, ez itt nem tudom mikor fog eltűnni, gondolom sose. Nem belegondolkodva, valószínűleg sose. De legalább most már van itt egy kis tiszta oxigén. Ilyen szempontból most már jól állunk. Szinte üdítő ránézni. Bázisra. Igen, amit ki akartam találni stream elején, hogy hová tegyem a manuális generátoromat. Azt hova tegyem? Ha esetleg unalmukban nagyon tekergetni akarnák a generátort, mert éppen nincsen semmi dolguk, akkor tudják már. Ne ezt tartsa vissza őket a munkától. Hát, na mindegy. Mire ez elkészül, ez a rendszer itt megint. Folyamatosan olvadnak fel a cuccok. Ezt mosogatom felfele. Rendületlenül. Csúnyán melegszik a bájom, tényleg. Kurva életben igazatok volt, fel tud melegedni. És miért, ha elbaszok egy bájomat? Eltűnik örökre? De ez mekkora kibaszás már? Mármint, hogy az... Az a szopás. Nem is tudok rá mást mondani. De hogy lehet, hogy akkor ilyen éles határ van a hideg és a meleg között?
Akkor lehet, hogy értetlenül állok az ügy előtt. Nagyon lassan épül. De most, hogyha ez elkészül, most már csak ugye annyi fogja megakadályozni a bekapcsolást, hogy vannak itt csomó jegek. De lehet, hogy megint le kellene raknom ilyen storage bint, és a jegeket elszállítani bele. Azon gondolkodám. Csak hogy lehet, hogy azokat nem ide kellene pakoltatni. Ha meg is mit, hogy hova pakolom. Jó esetben ezt már nem kell kinyitni. Na jó, akkor viszont leteszek még ide pár, sőt, igazából végigpakolhatnám az egész cuccot. Ebben van a pisi? Igen, ebben a polluted ice van, igen, pisi jég. Ebben meg a sima ice, meg hau. Hó, az hogy keletkezik? Ebben is ice, meg hau. Oké. Okay. Tar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 
Jó. Mondjuk... Trrr. Lejön hova jeget pakolni. Ne ez akadályozzon meg minket a jégpakolásba. Eltűnik a hely. Ha kemény lennék, hűtőket pakolnék ide, de nem. Annyira nem vagyok kemény. Hé! Hey. Gejzír hangot hallok itt is. Valahol itt hallottam a hangját. Hallottam a hangját. Na mindegy, hát majd rábukkanunk. Valahol hallottam, eskü. Jó. Hol volt? Ja, itt. Lehet, hogy le kellett volna kopiznom, igaz? És akkor... El nem mindegy. Az túl egyszerű lett volna. Na gondolom, akkor a beállított tulajdonságait is magával viszi, hogyha kopizok egy épületet. De senki nem mondhatja azt, hogy nincs hova pakolni. Mert itt tuti van. Nagyon sok jég fog itt felolvadni amúgy. Szerintem rossz nézni. Itt még nem is mentünk be. Van itt egy cucca, ahol bemehetnénk. Annyira nem mozgat. Annyira, de annyira nem mozgat, hogy... Hogy a cefet. Mi van ott benn? Lehet, hogy egy agygép. Lehet, hogy jobban kellene érdekeljen. Ezt a létrát már elvehetem innen. Azon gondolkodtam, lekérjek-e még egy embert? De nem kell különösebben. Lassan készülnek el a munkák, de elkészülnek. És lassan mindenünk ki lesz fejlesztve. Ami amúgy... Itt van például a window tile. És akkor gondolom, akkor a window tile-hoz kell a... gyémánt. Ha. Mindegy, most a sorba haladunk most így. Egyelőre nincsen tényleg semmilyen igényem. Hoppá. Ami a fejlesztéseket illeti, mert egy csomó minden nem csináltam még meg, ami elméletileg elérhető. Úgyhogy megyünk, haladjunk sorba. Ez egy valami gázpumpacumó, liquid pump. De mitől jó, hogy mini? Kis mennyiségű folyadékot, meg kis mennyiségű gázt tud pumpálni. De az miért jó? Na mindegy, kifejlesztük. Valamire biztos. Gondolom kevesebb áramot eszik. És hogyha csak ilyen kis
Hát még elbírom képzelni, hogy nem ahhoz, amikre én szoktam használni, hanem annál sokkal kisebb feladatok elvégzésére. Mert végül is lehet. Mi ez a sok tungsten itt? Mit keres az ott? Ja, szerintem valamikor átépítettem a... Aha, valószínűleg arról van szó, szóval, amikor átépítettem ezt a vezetéket. És akkor itt az a sok tungsten kikerült ide a földre. Nem baj. Az úgy különösebben nem baj. Ezeket a fagyos kaktuszokat el se veszem innen, mert csinálják csak a hideget, nehogy ránk olvadjon az egész kóceráj. Na nézzük, mit kaptunk. Még egyelőre nem kérek le új embert. Hatchling egg. Tökéletes. Azért, ha más nem megesszük. Kajánk az van bőven. Nagyon jó, nagyon jó. Szépen töltődik fel oxigénnel ezek a dokkok. Na kezdek elégedett lenni azzal, hogy mi történik. Komolyan? És amúgy meg nem, és szerintem... még nem lát, ezt elfelejtettem, hogy meg akartak ezt itt nézni. Szóval, hogy lehet, hogy itt tovább úgy kellene csinálnunk, hogy lezárom ezt a részt, és ahol ki tudunk menni, vagy rakjuk le úgy checkpointokat? Lehet azt kell csinálni, ezt a zsilipet kijebb tolni, ide, és akkor lerakni új exoszút checkpointokat, de azt már csak akkor fogom megcsinálni, hogyha beindult a plusz oxigén termelésünk. Milyen blagd? Mi az, hogy blagd? Mert hogy... Mi ez? Hát én úgy látom, hogy semmi nem akadályozza a növésbe, de... Lehet, hogy én látom rosszul. Megint telik meg gázzal ez a fenti rész. Ja, amúgy nem baj. Annál több gáz jut máshova. Túlnyomás a csövekben tönkre teheti amúgy a csőrendszert. És ide lerakok szerintem 1-2-3, azt még fel tudja építeni? Elméletek fent, ezt még meg tudja építeni, igen. Ezt itt végigépítem, ezt a szintet, mindegy. És akkor gyakorlatilag, ha már itt vagyunk, szinte le is mehetnénk ebbe a helyiségbe megnézni, mi van benne. Hát, ha valami érték. Ez is snow, konkrétan. Hát ez itt nagyon sok feladat. Lehet, hogy felveszek egy embert. De milyen emberkét kéne felvennünk? Ezt nézzük meg. Hajjál a morállal! Kit tudunk előléptetni? Renének 16-os morálja van. Ó, szinte elő is léptethetném. Necronak 16-os morálja van. Előléptethetném. Adafiknek nincs 16-os morálja. 12-es van. Adafik mit csinál? Biztosan sok szar melót. Melyet előléptetem? Hát végül is. Necrot is előléptethetem. Aztán a 20-as morál kell már ahhoz? Na, olyanunk nincsen. 12, 15, 17 van prioritárnak, de hát nyilván az sem elég. Geleno 11-es morál,
12-es kellene az előléptetés. Ezt a Galileo elégedetlen kicsikét. És akkor amelyik szakománk úgymond nincsen betöltve, hát olyanul nincs. De mi kellene inkább? Tájd is, ember? Vagy szakács? Nem. Vagy supply-os? Az már inkább. Vagy valaki olyan operétes cucc, akit ilyen mechatronics engineer-nek léptetünk elő. Aha, azt végül is megcsinálhatnánk. Felveszünk egy olyat, aki operét. Operét érdeklődési körű. Jó. Egy emberke még belefér. Most már lesz oxigénünk, meg kajánk is van, bőven vízünk is van, úgyhogy ettől nem tartok. Figyeljétek, mindjárt át fog kapcsolni ez a cucc. El fogjuk kérni az 500 kilót itt ebben a cuccban. Nagyon sok vízünk lett hirtelen. Ez is gyűlik felfele, de azért ez elég lassacskán, azt ugye azért látjuk. Várjunk csak, ki van kapcsolva a vízforraló. Ezt igazából be is kapcsolhatnánk. Nézzük meg a... Ez most nem lenne bekapcsolva, jaj. Akkor enable building, mert soha az életben nem fog bekapcsolni a vízforralónk, hogyha amúgy ki van kapcsolva. Manuálisan. Micsoda észrevétel! Minden fogynak el a jegek, hát aztán valamikor elviszik. De ez azt kell, hogy ne adjak több építés feladatot ki. Nyilván akkor tudnánk haladni egy kicsikét. Hoppá, egy agygép! Hoppá, egy agygép! Nem ezt mondtam, biztos nem agygép. De... Kurvára, hogy egy agygép! Hát ezért lemegyünk, rohadjak meg. El fog járasztani vízzel a cucc. De még egyelőre működőképes, úgyhogy ez még egyelőre nem probléma. Van egy agygépünk. Tök jó. Ezeket a szekrényeket kinyithatnánk, biztos van bennük valami érték? Vagy nincs? Tudjátok, mit kellene? Lehetséges, hogy a... Hogy az itt felolvadt vizeket lehet le kellene ide folyatni. Mert ezt amúgy is szivattyúzzuk vissza. Tudom, furcsa, de... Minden, hogyha ide mégis ezt felszaggatnám, ezt a... hőszigetelést itt. Megtehetem. És akkor maximum ide megteszek egy gátat. Így. És akkor frankon minden víz, ami itt felgyűlik, az ide le fog csöpögni ez a szivattyúz, és egyből visszakerül a rendszerbe. Ja, ezt előbb is megcsinálhattam volna, mert most nagyon sok vízem lecsöpögött ide feleslegbe. Hát olyan sok nem, de azért elég sok. Sőt, ezt minél előbb csinálják meg ezt a kis gátat itt. Ez így nagyszerű lesz. Nagyszerű. De nem sokat jelent, de ezeken a kis apróságokon múlik a siker. Sok kicsi apróság, sok királyság okozója. Ez így már is jó. Hát mikor fogjuk ezt a sok szart innen elszállítani? Addig nem akarom lezárni, meg működésre bírni, amíg itt vannak cuccok. De hát ez ilyen. Az, hogy most már nem az életben maradásért küzdünk. Hát az első, mondjuk első 150 ciklus az kifejezetten olyan, hogy ott azért a szenvedős egy kicsikét. Hogyha az ember nem tudja pontosan mit csinál, akkor rengeteg szipiszopás van.
Belekössem, ne kössem. Nagyon jó kérdés. Még szállítják el a jegeket. De az, most már azt csinálják, tehát hogy most már az van soron, hogy tűnik el innen a jég. Még várok egy kicsikét, szállítgatjátok el szépen a cuccost, aztán jó lesz. Hoppá, ez mi? Mi ez a vulkán? Magma. Hát, hogy ne köpjön magmát. Éde ne köpjön magmát, én ezt visszazárom majd valamikor kitalálok vele, mi legyen. De ide ne köpjön maga, sőt akkor valami olyasmi kellene, ami bírja a hőt, mi? Ha már kiástam, ez kitör, akkor szopás. Mi bírja a hőt? Na gondolom, hogy bírja, tudjam én. Lerakok ilyen beletje. Nem. Nem sikerült átkattintam, mondjuk ezt... Jézus Isten, mi van az egeremmel? Igen, ezt már... Tehát így visszafalazni már nem tudom, ha már kiástam. Nem tudom, mit csinál ez a magma, így. De, ja. Szóval azon gondolkodtam, hogy valahol ezt nekem vissza kellene falaznom. De úgy nagyon... Vagy tényleg lerakok még checkpointot, de akkor viszont be kell zárnom az összes többi ajtót, mi? Az volt a javaslat. Mert itt körbe menni azért az kurva nagy út. Ha már! Exos útban annyira nem nagy. Jesus. Ezt nem így terveztem. Most éppen ki akar törni. Ezt kitör, akkor szopunk. Itt lefolyik a magma, vége mindennek. Szegény állatkák, ők fognak először megsülni. Nem tudom, hogy így ki tud-e törni egyáltalán. Mert hogy ugye, hogyha én itt ezt felások, akkor a jobb oldali nagy kamrákat meg a baloldali részt, azt megint egyben nyitom. És nem akarom egyben nyitni a két részt, mert akkor össze-vissza fognak csalinkázni megint az exoszútokkal. Na hát egybe kell nyitnom, hogyha hasznosítani akarom ennek a gejzérnek a vizét. Azért csak egybe kellene nyitni. Vagy ezt falazom itt vissza. Azt is megtehetem. Így. Most akkor mi van? Visszafalazom az Dan. Itt még az algákat kiásom. Az még érték. Azért bánnak ilyen furcsán az egére, mert határozottan összpontosítani kell ahhoz, hogy ne kattintsak balfaszul. Most egy gyengélkedik a balegér gombom, úgyhogy... Tehát koncentrálós. Véletlenül belástam az algába. Ezt is kiásom. Alga, még egy kis alga. Ezt ki tudom itt ásni? Ki? Nagyon jó. Ezt is ki tudom itt ásni valószínűleg. Ezt is. Jó, mindegy, egyenlőre jó lesz ez így. Kicsit rásegítünk az oxigén termelésre. Jó, akkor ez itt be lett ásva. Legyen elég ez így. Na, akkor elméletek kellene egy operétes ember, és akkor megállunk 12-től megint nagyon sokáig. Operét, nincsen operétes ember, akkor lekérjük ezt a magot, aztán menjünk, haladjunk tovább. Nekrónalmában generátor ceker, nem mint hogyha nem lenne mit elpakolni, de mit számít? Pedig amúgy 10%-nál kellene rátekerni a generátorra, de szerintem tényleg nincsen más dolga, vagy nem tudom, hogy most ez ilyenkor hogy van.
Így, de kibaszott jó ez így. Aha! Így van. Megtelt a víz. Víztartályunk, és ilyenkor mi történik a folyadékkal? Azt hadd nézzem. Gyülemlik fel a csőben. Ja, nyilván, csak hogy... Tehát gyakorlatilag csutkán felgyülemlik. Akkor ez itt megáll, és megáll az egész szivattyúzás. Tök jó. Ez így kurvára jó. Így nincsen overflow semmilyen szinten. Nagyon remek. Na kis. Azon gondolkodtam, hogy itt ezeket a liquid pipe-okat dekonstruktolnom kellene. Tudom, hogy akkor egy kis petrólom ki fog szabadulni. De a petrólomot felmosom, és hogy egy ilyen ürítőt. Egy ilyen folyadékürítőt lehet, hogy ide kellene dobnom. Egész pontosan, mondjuk például ide. Mindegy, hogy miből. Mondjuk ilyenből. És akkor, hogy hát azokat a kevéske petrólomokat vissza kellene engedni a medencébe amúgy. Petrólom visszaengedő. Hát teljesen jó az így. Na van itt még jég? Mindig van jég. Rrrr. Ravrö. Mert hogyha azt mondom, hogy 9-es prioritásra takarítsátok el innen a szart. Ja nem, bocs. Ezt akartam kiadni 9-essel. Vajon jobban fogtok igyekezni? És még azon gondolkodtam, hogyha már ide csináltam ilyen... Hát nem, inkább fentebbre nem, mert azon gondolkodtam, hogy akkor ezt az összes szintet egyben nyitom mesh tile-al, hogy ami folyadék van, csöpögjön le ide, de... De pisi is lehet ott, pisi is víz, vagy polluted water, persze. Hát inkább mossuk fel. Mert itt biztos, hogy csak tiszta víz lesz, már semmi más ezen a szinten. Ahogy olvad a cucc. Jó, ja, szállítjátok el a jeget. Remek! Remek. Oké. Most igazából megoldottam itt, hogy az oxigén ezeken a részeken is jelen legyen. Most már nem is feltétlenül szükséges ezt a hidrogént eltüntetnem innen. Majd valamikor lesz vele valami. Lehet, hogy szépen lassan ki fog forogni a bázisról, nem tudom. Vagy nem? De az se baj, ha igazából ott marad, mert ez olyan minimális, nem éri meg kezdeni vele semmit. Véletlenül oda bekerült, de több energiába kerül eltüntetni onnan, mint hogy egyáltalán zavar. Mert nem zavar egyáltalán. Így, hogy itt a legfelső, ez a legfelső szinten igazából nem zavar senkit. Azt akartam megnézni, hogy hogy állunk dekorból. Dekor. Dekorból amúgy nem állunk rosszul. Főleg a hálókban nem. Gyakorlatilag radioaktív zöld az egész. Persze valamikor, hogyha ezek eltűnnének innen, az még azért maga lenne a mámor. Jó, nem tudom, az ott ki fog-e törni, de akkor itt ásunk még tovább fel. És akkor itt meg nekiállhatunk a felmosásnak. És kitalálunk valamit ennek a ventnek, a gejzérnek a hasznosítására. Na jég, tűnik el? Ó, de még mennyire? De még mennyire, hogy tűnik?
Miért kell javítani már is? Már is javítani kellene? Ez mi a tökömér, he? Nagyon érdekes, miért kellene már is javítani? A liquid pipe-ot már is javítani. Megfogyott benne a víz? Á! Mert nem volt vízmozgás, megfogyott a gecibe. Értem. Akkor nagyon ügyes voltam, hogy belekötöttem a vizet, de akkor ezt be is kell indítani most már. Most már mindenképp be kell indítani. De baszki már egér, kérlek szépen az égre. Pam 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 pam. Oké, és... Jó, hát akkor összekötöm. Úgy kellene összekötni, hogy ezt az ajtót lezárom. Lock. Mondom lock. Jó, a csövünk megjavult, remek. És akkor belekötöm, mondjuk, már mindegy, ironból tökéletes. Nem itt, hogy ne legyen szem előtt a vezeték, akkor legyen itt. Gondolom, hogy ez így jó lesz. Mondjuk azt is megcsináltam volna, hogy... Hát, végül is a hidrogént beleköthettem volna. Hoppá, még a hidrogént nem kötöttem sehova, baszki. Most úgy így mondom. Szóval lehet, hogy fasságot csinálok, de nem hiszem, hogy kell még egy... Ez az egy hidrogéngenerátor el tudja ezt is látni. De néha megtelik. Elfér két hidrogéngenerátor, most mit számít? Most mit számít? Ja, de akkor ezt még ne zárjuk be. Jaj, Jesus! Azt hiszem, ciccentőlem kell még egy sört. Mindenki fogja be a fülét, mert a nyugalom megzavarására alkalmas hangeffektek fognak megszólalni. Persze az én nyugalmamat ez biztos nem zavarja meg. Csak megerősíti. Jó, elkészült. Remek! Szóval akkor miért nem indul el? Áram. Jaj, még nem kötöttem egybe. Oké. Igen, mert néha becsapja a fejét a hidrogéngenerátor, és mi van akkor, hogyha egyszerre két hidrogénkubacs ér oda, akkor felesleget termelek. Igen. Igen. Nem akarok felesleget termelni. Mert ugye elméleti... Hát vagy nem, lehet, hogy akkor nem tölti meg. Na hát... Elfér a két generátor. Tehát tényleg, tehát anyagköltségben nem számít, hatékonyságban nem csökkent. Inkább legyen kettő, mert ki tudja még, hogy honnan szedünk mi még hidrogént, és lehet, hogy ide fogjuk bekötni. Inkább legyen kettő. Nem zavar. Egyszerűen nem zavar. Necronnak megy fel a stressz szintje. Ami úgy gond egy kicsit. Na, esküszöm, nem érzi a kattintásokat az egerem. Szállítsuk már azt a tojást, baszki. És most, hogy itt már van oxigén, ezt lerombolhatom, meg ezt is lerombolhatom. Berakhatok oda is egy műanyag ágyat.
Ez a legjobb. Nekiáll valamit lerombolni, és kicsöngetnek, és azonnal abba hagyja. Tehát tényleg gyakorlatilag, mint a gyárba. Eldob minden szerszámot, kész, nekem vége a munkaidőmnek, hello, mentem. És mindegy, mi történt. Ó, oh, miért volt itt overflow, he? Ez hogy sikerült? Valami úgy olvadt, hogy itt kicsordult. Na fassa. Én meg még örültem a fejemnek. És megint mi végre van az örvendés? Mi végre? Sosem csinálják meg, sosem. Egész stream alatt ezt építettem, egész stream alatt ezt a két helységet. Mi ez? Na jó, nem, mert áskálódtam is egy kicsikét más irányokba, meg foglalkoztam egy csomó más dologgal, de hát na. Jó, alakul. Hát igen, megtaláltuk mondjuk a cool steam ventünket. De érdekes, mert itt is van víz. Ez nekem gyanús. Miért van itt víz? Tiszta víz. Csak nem ott is egy vent van. Lehet? Simán lehet. Simán elképzelhető. Megmelegszik a söröm ebben a kibaszott melegben. Na, operétes ember. Operétes embert keresünk. Ő operétes. Melyik attribútum az, ami az operéthez kell? Ezt mindig elfelejtem. Lehet, hogy sose tudtam, és azért. De végül is minden, megtanulja az. Nem tud építkezni, hát ez nem számít. Úgyhogy van plusz egy learning-e. Helyen! De ez nő, igaz? Ez csajból van. Fú, kiről nevezzük el? Várjunk csak, milyen csajnézőim szoktak lenni. Ki nincs még? Kitty van, ugye Reni van. És ott lehetne... B is van, meg egy sad statue. Statue. Már azok sose tudom kimondani, Dori. Lehetséges, hogy ő lehetne még. Szomi. Jó lesz. Ja, és lerakhatjuk akkor a műanyag ágyunkat. 8800 műanyagunk van. A világot megválthatjuk ennyi műanyaggal. Át is építjük akkor szerintem. Ezt a létrát műanyaggá teljesen. Illetve hát igazából szinte az összes létránkat átépíthetnénk ennél fogva. Nem tudom, ez mi ez? Ez mi ez itt? Ide nem kell létre. Eleve nem szükséges ide most a létre. Ez nem tudom miért létezik itt. De lerakhatnék még egy fagyos kaktuszt esetleg, hogy jobb legyen a hűtés, de hát ez sokkal jobb nem lesz, csak minimálisan lehetne jobb. Ha lehet minimálisan jobb, akkor törekedjünk rá. Meg akkor szerintem ezt is megcsinálom itt. Itt is sokat mászkáltok. Mászkáltok emberek. Ott kint már ez műanyag. Itt is viszonylag sok mászkálás folyik. Hát most egyelőre így ennyi. Á, baszki, megint beledörgöltem a szembebe valamit, ez hihetetlen. Lehet, hogy elmegyek egy kis szünetre. Be! Egy pillanat, mindjárt jövök. Szék stream! Miért kell minden magammal kibaszni? Ez hihetetlen. Thank you.
Ja. Vészhelyzet elhárult. Nem tudom, mi ez nálam. Megdörgölöm a szemet, azt úgy elkezd csípni, mindig valami, nem tudom, zabáltam valami sósat, vagy fogalmam nincsen. Na mindegy. Mi volt a progressz? Ja, igen. Ja, létráztunk éppen. Ja. Na jó, hát mindegy. Ja, igen, ezt akartam még veletek felmosatni. Azt meg is csinálom. Ja, meg az új emberünket ki kellene nevezni. Azt csináljuk már meg. Supply-nak kellene, illetve nem. Kit vettünk fel? Operateset. Igen. Jó lesz. Tizenkét ember, megállunk egy kicsit. Nem szabad túltolni ezt sem. Jó ideje nem vettünk már fel embert, úgyhogy most ez még belefér szerintem. Na ez pedig... miért nem megy? Egy darab vezeték nem készült még el. Egyetlen egy darab, ezt tudom a legjobban. Vége van a napnak, és egy apró pici részlet hiányzik. Miért kell ezt folyamatosan bejátszani? Csak még egy szinten feljebb megyek, még egy blokkal. És itt törünk be ide, ebbe a kis katlanba. Jó lesz ez. Gőzkatlan. Nagyon jó, vidámak az emberek, mindenki happy. Lassan ki fog derülni, hogy működik-e ez a cucc. Mennyi van ez a határ? 500-on. Hát, jó, az 500-on. Még egy nagyon kevéske szennyezett vízünk lesz, akkor azonnal ki fog derülni, hogy működik-e a rendszerünk. Nagyon nem kell sok. Kurva jól néz ki amúgy, nekem nagyon tetszik, hogy kapcsolgatnak a körök. Necronok és Adefiknek megy, de csökken az immunrendszere. Ez kicsit aggaszt. De el tudjuk őket látni, olyan szempontból nem probléma, csak nem ártana, hogyha nem esnének ki. De majd hasznosítani még rendkívül egyszerű. Csinálok egy kis medencét neki, szerintem szivattyúzom is azonnal a vizet. Mert csepegtetni nem tudom sajnos, mert... megtehetném, csak akkor kellene egy lyukat csinálni a bázisra, amit még nem akartam. Nem ártana, hogyha bennmaradna az értékes oxigénünk. Nagyon frankon szét van terítve most az oxigén az egész bázison. Kurvára tetszik. Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon tetszik. Végre bekapcsolt. Na most ezt nézhetjük, minden jól működik-e. De miért kell ezt feltétlenül megtekerni, ezt a generátort, ezt nem értem. Szerintem kíváncsiabban kikapcsolom ezt. Nézzük meg, hogy fenntartja-e az egészet, hogyha ez a generátor nem működik, mert elméletek fenn kell tartsa. Jaj, várjunk csak! Aha. Ide kell raknom egy atmoszenzort. Az kimaradt.
Jó, azt nem vettem észre. Nem baj, nem baj. Mert így nem éri meg. Hogyha kis, apró, nagyon kevés kell hidrogéngázokat lökök folyamatosan át, akkor az nem fog igazából áramot termelni, ami nagyon kevéskét össze kell várni, hogy összegyűjjön, és akkor kell egybe átküldeni a hidrogént. És az atmoszenzor mi van, hogy 750-re van belőve, akkor... Ja, még nem készült el. Csináljátok meg nagyon gyorsan. Nagyon-nagyon gyorsan. Úgy repül ezzel a játékkal az idő, hogy az hihetetlen. Egész éjszaka ezzel játszanék, csak nem akarom feleslegesen rontani a csatorna statisztikát. Elbírom képzelni, hogy nem olyan izgalmas ez már egymás után kétszer. De nem érdekel. Nekem izgalmas. Ellen a gyorsan megépíti, akkor 750 g-ra beállítjuk, és elméletileg ez kell nekünk a kánoánhoz. Ezt mindjárt megnézzük, hogy az oxigén hogyan termelődik. 750. Mégpedig above-ra kell rakni. Na nézzük a gázokat. Hoppá. Egy fontosat kihagytam. Nagyon fontosat. Még nem vezetem el a... Vagy elvezetem? Ja, elvezetem. Jó. Nem szóltam. Nem szóltam. Na, az a lényeg, hogy... Hát ezért túlnyomás van a csőben bőven. De emiatt itt... A kurva életben emiatt van itt túlnyomás. De ezt már megoldhatjuk. Ezt már nagyon könnyen meg fogjuk oldani mindjárt. Ne legyen ott egy kis torlódás, mert úgy megakasztja a folyadék, vagy a gáznak a áramlását a csőben. Mindjárt kitalálom. Hova kellene egy kivezetést raknunk? Végül is ide rakhatnék egyet. Akár. Mert... Nagyon csak... Nézzünk egy ilyen oxigén nézetet? Mindegy, hogy hova rakok amúgy. Most, jelen pillanatban az oxigén ellátás tökéletes. Tökéletes. Hát, lerakhatom ide. Mindegy. Úgyis szétterjed a bázison, hogyha sok ugyebár. Lerakok ide egy kivezetést akkor. De ezt nem tudják ilyen magasan megépíteni, igaz? Nem baj. Felteszünk ide egy létrát. De akkor legalább kiásunk egy kis felesleges sandstone-t is. És megépítjük azt. Jó lesz. Olyan szinten unatkoznak, baszki, azonnal rámarnak a munkára. De azon gombot nyomban. Brekeke. Ja, meg közben megyünk tovább a fejlesztéseken is. Csak hogy legalább Gil ne unatkozzon. Űrkutatásos cuccok. Teleszkóp. Hoppá. Jöjjetem mellé kattintottam. Na
Legyen először a Smart Storage, meg ez a Transport Sumo. Majd is kitaláljuk egyszer, hogy működik. Mert most így nincsen rá szükség még, de kifejlesztjük, aztán majd egyszer valamikor. Ha igény merül fel. Rengeteg szennet tudnak szarni a bogaraink most már. Ez... gyakorlatilag tökéletes. Tökéletesen csiszoljuk a bázist. Ide akartam még lerakni egy... virág cumót. Hozunk ide mindjárt egy fagyos kaktuszt. Hát ha valamennyit ér, mint a vízszűtésben. Na és hogy áll ez? Nem sokára be fog kapcsolni. 300 kg víz. Konkrétan 300 kg víz, még 200 kilót belegyűjtünk ide, ebbe a medencébe, és akkor be fog kapcsolni. Elméletek át fog billenni ez az egész automatizmus abba az irányba, hogy már nem szivattyúzunk több szennyvizet, hanem melegítjük a vizet. És ott kell majd nagyon figyelni, hogy mi hogyan történik, mert hát még élesben még nem próbáltuk ki. Ez az első éles teszt. Nagyon furcsa. Nagyon furcsán viselkedik az egerem. Lehet, visszaviszem Garibba, aztán nem panaszkodok többet. Nem akartam Garis ügyet intézni egy 6000 forintos vacakért. Szinte én érzem magamat rosszul, mikor visszamegyek 6000 forintos vackot veszek, ami tudom, hogy vacak, és mindenki tudja, hogy vacak, az is, aki eladja, az is, aki legyártja, mindenki tudja róla, hogy szar. És a hülye gyerek visszajön panaszkodni, hogy szar. Mintha nem tudta volna, hogy az lesz. Tehát értitek. Na igen, itt meg közben benyitottunk nagy hévvel. És amúgy bacis a víz. Bacis a víz a kurva életbe. Ez gond, ezt meg kell tisztítani. Slime lángos ráadásul, az egész kolóniát kiírthatnám vele. Hogyha ezt a vizet használnánk fel. Tehát nem a medencébe kell beleraknom, a mély medencébe, hanem bele kell nyomatnom a szennyvizesbe, és át kell tisztítanom. Az itt a gond. Jézus! Ez az apró kis szempontot nem vettem figyelembe. Nem baj, mert legalább lesz szennyvizünk. Tudjuk járatni a kis automata rendszerünket. De emberre most nincsen szükségünk. Alga! Ó, oh, jöhet. Mennyi algánk van most? Most lett 500 kiló, amit most kaptunk. Bőven jó. Bőven jó. Lehet, hogyha nagy jampi lennék, akkor megcsinálhatnám ezeket a kapukat úgy, hogy... Oh. Na érdekes. Hogy elektromos kapuk legyenek, hogy gyorsabban átjussanak rajta. Nem számít, amúgy nem számít. Petróleumot kiengedjük ezekből. Ezzel a palackürítővel. Hoppá, ott egy darab pisi. Na fasza. És komolyan, oda el kellett menni azért a szennyezett vízért? Ennyire nincsen dolgod? Ennyire nincsen dolg. Körbe megy az egész világon egy kis szennyezett vízért. Nem baj? Csinálja csak. Meg ez a kíváncsiság, hogy fog működni a rendszerünk. Ha már ennyit szenvedtünk vele tegnap, ha már éjszakába nyúló szenvedést okoztam magamnak. Hú. Végig húztam, az egerem valahogy duplát kattintott, vagy nem tudom, és elengedte. Én csak, akkor lehet, hogy azt csinálom, hogyha már ide tettem egy létrát, végig húzok itt egy sort, és akkor kiások itt mindent. Mert engem kurvára zavar, hogy ez így itt maradt. Nem mintha hasznos nyersanyag lenne, de hát azért mégis.
Ja, várjunk csak. Persze. Mellékfit pipe-okra volt állítva a törlés. Ó, nagyon jó. Egyszerűen tökéletesen működik. Tökéletesen működik. Gondolom termelek is áramot felesleget szépen. Ó, ez a generátor közben azóta fel van töltődve. Nem tudom, hogy ezek a vezetékek most sérültek-e meg kicsit. De nem nagyon sérülnek tovább, úgyhogy szerintem az már nagyon régóta sérült volt, csak most vettem észre. Elbírom képzelni. Itt még két szintet feljebb ások. Ó! Oh. Miért nem tudom ezt kiásni? Ja! Mert elfelejtettem, itt van egy gejzírem. Ah. Nem baj. Penetrálhatatlan. Pedig jól lenne ezt a gejzírt onnan eltüntetni, őszintén szóval. Hát ahogy nézem, nem sikerült kiásni azt ott. Na nem baj. Igazából jut eszembe a gondolat. Azt most már ilyen, ennél fogva meg se kell építeni. Így. Most tökéletes a bázisunk. Egyelőre most tökéletes a bázisunk. Ezt az állapotot kell fenntartani. Csináljuk is egy mentést. Ez egy master mentés. Master save point. Kész. Na, hogy áll ez? 370 kiló. Gyűlik. Gyártjuk a műanyagot is közben. Petróleumokat. Hát, még nem engedtük ki. Hát gondolom ezekkel kiengedik a petróleumot. Na, majd megcsinálják, ha jól sejtem. 5-ös prión van, de... Mindegy mennyi van, 9-es átteltem, azonnal ürítség ki, úgysem lesz sok petróleumunk a földön. Petróleum. Zavar ez a létre itt. Buildings. Ezt innen eltüntetem. De legyen már ott, minek van az ott? 1, 2, 3, 4. Igazából ezt itt ki tudnám ásni, nem kell az oda, tök felesleges. Azt ott még elérem, nem kell oda. Letisztítom a környéket igazából. Na igen, szóval, hogy... Igen, ott hagytuk abba. Itt ezt a Steam-mentes témát, hogy ezt nekik össze kell gyűjtenünk és bele kell vezetnünk a szennyvizesbe. Habár elméletileg átszűrnünk nem kellene, de nem tudom, hogy hogyan bolygatja meg a rendszerünket, hogyha ide közvetlenül beleengedek bármit ebbe a medencébe, ide nem merek semmit se engedni manuálisan. Tehát inkább először minden kerüljön bele a szennyvízmedencébe, és akkor onnan tovább. Úgy vélem. Amúgy sem baj, hogyha ezt beleengedem a szennyvizesbe, mert akkor legalább lesz hűtése. Legalább itt lesz hűtése ennek a refinerinek. Mint az atom, olyan. Szóval baszkia. Szegénynek melege van szerintem. Milyen fejet vág? Hát beleáll a 80 fokos gőzbe, persze, én is ilyen fejet vágnék, sőt. Nem mindegy. Itt már mindjárt csordogál ki a víz, úgyhogy ezre ki kell találnunk valamit nagyon gyorsan. Elkezdek itt lefele ásni szerintem így erre. Beások alatta, így el. Nem tudom, hol gyűjtsem össze őszintén szólva a vizet, de valahogy úgy kellene, hogy egy közös pontba, mindennél lejjebb, ennél is lejjebb kellene. Lehet, hogy ebbe a lyukba, ha már itt van egy lyuk. Hát azt kellene csinálni. Hát maximumja.
Maximum, ja, az lesz, ezt az algasort, ezt már kiásom, ha már egyszer áskálódok. Hoppá! Kiástunk egy hatchet. De hát kit érdekel a hatch? Kit érdekel most a hatch? Na 438-439 kiló, és folyamatosan gyűlik itt a víz. Milyen érdekes, hogy kilóban van. Kilóban van mérve a víz is. De mindig ezen elgondolkodtam, miért nem sikerült ezt literbe? Hát végig is minden kilóban van a játékban talán azért. Az immunrendszerünk megy fel, Adefik már 98. Nekro volt még valami, most már 100%, úgyhogy igazából mindenki gyógyul megfele szépen ügyesen. 460 kg, 462, 463, 464. Most nagyon sok pisi üríteni való van, ahogy nézem. Romlik ránk a kaja, baszki. Romlik ránk a kibaszott kaja. Lejjebb kell vennünk a kaja prioritást, kaja gyártást, mert ez nem jó. Feleslegesen gyártunk kaját. 482, az érzékelőnél már... Az érzékelőn már 500, átkapcsolt. Nagyon nézzük? Igen. A szivattyunk kapcsolna most, de nem kapcsol, mert megy a fűtés. Most megy a fűtés. Remek, paszka, pont nem figyeltem az átkapcsolás pillanatát, pedig jó lett volna. De nem baj, most lényeg, hogy fűtünk. Fűtünk addig, amíg fűteni kell. Ez egyszerűen fergeteges. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog működni. De az a lényeg, hogy amikor bekapcsolt a fűtés, ez a szivattyú kikapcsolt és done. Ez most itt a kibaszott nagy lényeg. Ez miért 0 kilón van? Legalább legyen már valamennyin. Hány kiló víz van itt? Polluted water grammokba mérhető. Várjunk már össze valamennyit, nem tudom miért tettem én ezt nullára. Most 0,3-at mér. Hát! Legalább egy 100 kilót várjuk már össze. Azért van itt ez a kibaszott érzékelő, ne kapcsolgasson. Össze-vissza, mint egy idióta az az érzékelő. Vagy az a szivattyú. Nem, szerintem ez itt ez most jól meg. Hoppá, az mi? Conductive wire sérült. Na, csak nem jó az a hálózat? És miért? Ha szabad megtudni. Ez érdekes. Nagyon érdekes. Miért nem működik most ez a hálózat itt? Ja, kibe kapcsol, de... Ja igen, azért kapcsol kibe, mert ez elírja a tűrés határt, értem. Miért sérül ez a hálózatunk? Lehet, hogy le kellene trafozni ezt meg ezt. Meg mi értelme lenne? Kurva életbe! De miért kell? Miért kell rosszul működjön? Na mindegy. Ja, most egy kicsit elrontotta a kedvemet. Ez mi a szar? Hát ez milyen tojás? Regolitot eszik a felszínről. Na ezt a tojást lekérem, ezt ugyan fogom hasznosítani. Lekérem, csak valószínűleg megenni fogjuk. Inkább. Mint hogy kikelteni. Pedig lehet, hogy meg kellene, el kellene tárolnunk aztán. Ja. Talán amikor majd kelleni fog, de hát... Mikor fog kelleni?
Nem mindegy. Na a vízünket, ahogy nézem, sikerült felforralni. De most újból megy a szivattyú. Na várjunk csak, akkor valami nem működik jól. Kurva élet! Felforraltuk a vízünket. Germ szinten még nem állunk jól. Ez így még mindig nem működik, baszki. Ez így még nem működik jól. Azonban így nem fognak elfogni a germek. Ez gond. Ez gond. Valahogy azt kellene érzékeltetni ezzel a szivattyúval, hogy itt már fűtött víz van. Vagy tudja faszom. Nézzük azokat a feltételeket, amikor... Na most, most nézzük meg, most amikor átkapcsolt. Mi az, amitől ez bekapcsol? Mi feltételek teljesülnek ezért, hogy ez bekapcsolhat? Arra baj, hogy nem tudom, van-e most nekem agyam egyáltalán ezt kibogózni, hogy ez mi a faszom tőlem nem működik. Lehet, hogy ezt egy következő streamben kellene. Azon, és bárhol megbontom, nem fogok rájönni, hogy mit bontottam meg. Esetleg egy olyan feltétel tehetnék bele, hogyha fűtött víz van a tartályban, akkor nemes egyszerűséggel ne kapcsoljon be a cucc. Fűtött vizet meg úgy tudok, de az a baj, hogy mitől számít fűtöttnek. Ha kibaszottan felmelegszik a bázis, akkor ugye az is elmászik. Most jelen pillanatban az a probléma, hogy bekapcsol a vízforraló, leáll a szivattyú. Nagyon jó. De amikor kikapcsol a vízforraló, mert felmelegedett a víz, a szivattyú azonnal bekapcsol. Azonnal. Tehát lehetséges, hogy valahova kellene raknom egy buffert. De hova? Hova rakjam azt a buffert? És mekkorát? A bufferen már gondolkodtam amúgy. És miért ne rakhatnék? Mondjuk ide, hogy egy csomó ideig ne tudjam bekapcsolni. Tudom, hogy nem 100%-os, nem óv meg a fasságtól, de... Hogyha várhatnánk egy kicsikét azzal, hogy a szivattyú újból bekapcsoljon... De vajon 200 másodpercet elég várni? Mert akkor azzal azt érnénk el, 200 másodperc, gyakorlatilag, az segíthet. Mert ugye az a baj, hogy a víz az folyamatosan lehűl. Mehűl a víz. Felmelegítjük a vizet, és lehűl, egész egyszerűen. És ezért a szivattyú kapcsolgat kibe, kapcsol kibe, kapcsol kibe. De milyen frekvenciával? 30-es frekvenciával, éppen mikor hogy kihűl a víz.
De nem 200 másodperc kell ahhoz, hogy újból elérjük a fűtési határt, hanem egy ilyen 20. Tehát viszonylag gyakran kapcsolgat. Tehát tennék ide egy 200 szekes buffert, az tuti beleférne abba, 100%, hogy beleférne abba, hogy a vízünk hogyan hűl vissza. Tudom, hogy nem tökéletes, nem fedi le az összes eshetőséget, mert mi van, hogyha mégse hűl vissza a víz? Jó, akkor én ezt itt megbontom. Teszek ide egy buffert. Beállítom 200 szekre. Mert úgy gondolom, hogy a puffer viszont, amikor újból kapcsol, akkor letilt. És nem úgy van, hogy vár, mit tudjam én, 6 másodpercet, akkor megjegyzi a 6 másodperces állást, és akkor utána, amikor újból kapcsol, akkor folytatjuk a számlálás, hogy 8, 9, 10, hanem amikor megszakad a jel, akkor visszáll nullára. Én úgy gondolom, hogy a puffer így működik. Ebben az esetben, logikai szinten. Tudom, hogy amúgy máshogy kéne működjön, de szerintem logikai szinten ez így működik majd. Azonnal ki fog derülni. Csak... jó. Minden még egy kis vizet szivattyúzunk ide bele, aztán oda tesszük a pufferünket, csak meg kell várni, míg reggel lesz. Hát ki gondolta volna, hogy belefutunk ebbe? Pedig olyan jól átgondoltuk. Már éjszaka volt, már lehet, hogy mindnyáján fáradtak voltunk, és azért. Na nézzétek meg, megint gyülemlik fel a csőben. A végén még kell még egy kivezetést raknunk. Ide például. Vagy bárhova. rendesen megtömjük a bázist levegővel. Jó. Automatizációs cumók. És rakok egy puffergétet. Mi az a filter? Most nem tudom. Most nincs kedvem kitalálni. Ezt nézzük meg így. Kevés sört vettem, baszki. Olyan ritkán iszom sört, úgy gondoltam két doboz elég lesz. De hogy lesz? Hogy lenne? Jó, és akkor ezt belövöm 200 szekre. De most ez miért kapcsol? Jól lenne látni a puffernek az állapotát amúgy. Na várjunk csak. Jó, látom a puffer állapotát, itt megy körbe. Aha. Ez egy pont ellenkező hatást érek el. Kapcsolgat ki be, pontosan ellenkező hatást érek el. Itt nem jó az. Hogyan lehetne pont... De nem resztetelődik a puffer. Ez körbe megy, tök mindegy mi történik, mi hogy kapcsol. Most faszán nátszivacsúztuk az összes pisit. Remek. És van, hogyha puffer most kikapcsol. Lemerült a pufferünk. Igen. Gondoltam, megvárom, még egyszer lemerül. Nem tudom, miért bekapcsolással kezdett. Pedig elméletileg úgy gondoltam, jól fog működni, de lehet, hogy jól működik, csak a puffer az bekapcsolt állapottal épül meg. Mert most gyakorlatilag megépült a puffer, az kapcsolt. Amit még nem értek, de
Mindegy. De mert most nem megy, és nem is töltődik. Most várom, hogy hűljön a víz, kapcsoljon be újból a vízforraló, hogy mi történik. Most ezt fogom nézni 200 másodpercig amúgy. Hűljön már az a víz, baszki! Nem nagyon hűl. Nem nagyon hűl. Termoszenzor 55,7 fok. Nem csak a water-t kell nézni, bocs. Az is 55,7. Miért nem hűl? Fura. De most nem kapcsolt vissza a szivattyú, mi már eredmény. Mert igazából azért raktuk be a puffert, hogy ne kapcsoljon be. Olyan könnyen. És nem is kapcsol. Csak az érdekes, hogy miért nem hűl a víz? Persze akkor nem hűl, amikor kéne. Hihetetlen. Viszont szépen halnak meg a gyermek a vízben. Valahol az volt a cél. Valahol mélyen legbelül azt akartuk elérni. Közben amúgy ezt szerintem építem kifele, szerintem meg is csinálom a medencét neki. Nem, nem így. Valahogy egybe kellene terelni ezt azt a vizet, ami ott van. Ne dobjuk már ki. Összén szóval nem tudom, hogy mennyire vagyok én ebben teljesen biztos, hogy jól csinálom, de... csak milyen szinten van ez? Akkor, hogyha... meg itt... hogyha itt indulnék el így... na akkor már ezt a kevéske pisit is belegyűjthetnénk. Miért ne? Össze-vissza csinálok mindent. Például. Tudom, ez így furcsa, de tényleg az. De mit számít? És akkor mindjárt azt sem, hogy kiásom ezt, szépen ide teljesen kiásom ezt a medencét itt fúra. Mondjuk ilyen 4 magasan. Jó, mindegy. Hogy áll ez a részünk? A vízünk nem hűl. Effektíve. A pufferünk nem töltődik. A pumpánk nem kapcsol. Hát... mit mondjak? Ez egy éjskapu. Nem is értük még el azt a szintet, hogy a szenzorunk bekapcsolja a pumpát. Furcsa. Mert egy kicsikét meg vagyok rektelődve itt agyilag, hogy mi történik. Kellene egy fagyos kaktusz. Kellene egy fagyos kaktusz valahonnan ki, mondjuk ezt kibányásszuk innen. Beültetjük ide még ebbe a kis rendszerbe. Azt a biomot úgyse akarjuk nagyon használni.
Tornyosod az oxigén, de hát szerintem ennek nem csak még egy kivezetést amúgy. Jó lesz ez így. Itt van tornyosulás megint csak. Na tessék. Ez viszont előfeltétele annak, hogy az atmoszút dokkokat megcsináljam. Mert hogy sok oxigén jön a bázisra, effektíve. Ha jól értelmezem a problémát, túl sok. De amúgy ez itt furcsa, hogy miért akassza meg. Mehetne tovább, anélkül, hogy megakad, de hát megakad sajnos. Na mindegy. Fogynak a germek szépen. Visszahűlni már ez nem fog. Mennyire van beállítva a szenzor? 55 fokra. Megnézzük, mi van, hogyha... visszahűl. Fel kellene húznunk 60 fokra. Nézzük meg, hogy mi történik, hogyha bekapcsol. Bekapcsol a vízforralónk. Ügyesen elkezdi melegíteni a vizet. Ugyebár. A puffer még mindig nem töltődik. De mikor kapcsol akkor be? De most nem is kap jelet? Most két irányból nem kap jelet. De melyik az a kettő? Ja, ez a másik. Aha. Ötvenöt. Hey, baszki, nagyon megrektelődtem, hogy hol vagyunk most agyilag. Hát ez valószínűleg már csak akkor fog kiderülni, hogy működik, amikor meghaltak a vacik, azt elindul az átszivattyúzás a nagymedencébe. De ez még olyan lassan fog megtörténni. Az kurva lassan fog megtörténni amúgy. De azt nem értem, mert elméletileg feltétellel kötöttük azt, hogy ez a szivattyú akkor kapcsolhat be, amikor ez a medence minimum szinten van. De nem akkor kapcsolt be. Tehát végül is valami feltételünk rossz. Most ugrik le? Vagy most ugrik be? Tehát, hogy elméletileg ez azt nézi, és nincsen minimum szinten. Ezért most nem kéne menjen. De ez is offos. Lehet, hogy ez a nádgét, ez nem kell ide. Ja nem. Nem az a baj, hogy az a nádgét, ez nem kell oda. Ez egy kizáró vagy. Ez itt egy kizáró vagy. Ez itt most nem kapcsol. Lehet, hogy nem kell ide akkor az a nát. Vagy nem ide kell, hanem ide. Na baszki, ehhez most nem lesz nekem azt ezt kitalálni, ez 100%. Na mit kaptunk? Copper ort, kaját. Nincs ránk rohad a kaja. Ránk rohad, baszki. Inkább a fém. Alakul ez itt szépen, ügyesen, nagyon jó. Lehet, hogy nem itt kellett volna megcsinálni ezt a kis feljárót. Amúgy várjunk csak. Ezt még egy kicsikét itt lekenszelezem, ezt dekonstruktálom. Ki kellene szélesíteni, mert ahogy a gőz ugye lecsapódik, az viszonylag nagyobb range-be csapódik le, és valahol szerintem itt fog és mellé fog csöpögni a medencénknek. Tehát hogyha azt mondom, hogy szimmetrikusan csinálom, hogy a neutróniumhoz képest 1, 2, 3, 4, 5 kocka, akkor 1, 2, 3, 4, 5 kocka, akkor valahol itt kellene.
Nézzük meg még egyszer. 1, 2, 3, 4, 5. Na bazd meg. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5. Tehát itt biztos. És akkor így. Így szimmetrikus a medencénk. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, így szimmetrikus a medencénk, tökéletes, ez így lesz a jó. Ó, oh, baszki. Fel kellett oda ásni magadat? Adafik, feltétlenül. Ó, oh, baszki, le fogtok betegedni. Reni Necro, V3, Geleno, Linux úr, már mindenki betegszik szépen lefele. De hát jó, van ez így. Most ez egyszer kibírjátok, jó tudom, slime-ban mászni kibaszottul veszélyes. Most ezt hozta a sors. El kell fogadni. És az agygépet még nem használtuk el. De az is van ez így. Ez milyen cső ez itt? Említek széndioxid. Ebben a csőben széndioxid ment valaha. Valaha. Egyszer. Nem nyílok hozzá. Nem éri még mozgósítani az embereket. Egyszer csak felgyűlik itt a víz. Felgyülemlik. Ezt itt kiásatom szerintem nyugodtan. Ide hozzak egy létra csíkot. Ezt esetleg így, és akkor elindulok mindjárt. Mindegy, ez így épülje meg, aztán egybefolyatom az egészet. Szerencsére ez a vulkánok nem akart kitörni. Hogy lehet valaki idle ennyi munka mellett? Firebeats, hogy ne találtam volna? Hát, aj, hát már 50 stream óta. Ritkán jársz ide, jól tudom, de gyakorlatilag már fel is forraltam a jeges területemet, olyan szinten találtunk. Minden tökéletes. Olyan szinten tökéletes a bázis, önellátó, teljes, megy a körforgás, automatizált. Nem is tudok rá mit mondani. Gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű. Hát itt a nagy alkotások nagy részéről lemaradtál, amit nagyon sajnálhatsz amúgy. Jaj. Nem voltak olyan messze amúgy a fagyos területek, de szerintem az ráadásul az még egy másik mentés volt. Fagyos területet ebben a mentésben már szinte az elején találtam. Na, talán a második streamben már ez a fagyos terület ez megvolt. És viszonylag sok. Szerintem amikor te itt voltál utoljára, az még az első mentés volt az első két streambe. Jó, tudom, hogy nincs mindig időd, nem baj, nem baj. Nekem sincs. Hogy lenne? Jó, akkor ezt most egyben nyitom. Meghalhatnának már ezek a bacik. Még nem nagyon akarnak egyelőre, vagy még 20 ezer zsermünk. Itt alig csepög valami pisi. Nagyon-nagyon kevés. Ó, nagyon jó. Hopp! Még egy cool steam ment. Most veszem észre. Hát mondtam, hogy lesz itt. És ott akkor ez teljesen más kontextusba helyezi itt a dolgokat. És ez nagyon szépen gyűjti nekem egy medencébe a cuccost. Végtelen víz. Nincs szerencsém a fagyos területen? Most mondtam. Itt van egy kibaszott nagy fagyos terület. Ezt elhasználtuk már. Kész. Ki van zsigerelve. Aztán itt van ez kurva nagy. Nézd meg, ez rohadt nagy, ez rettek nagy ez a fagyos terület. Nem is tudom felhasználni.
Ez bőven elég, nem kell több. Igazából. Vagy ennél több fagyos terület kellene? Á, nem. Ez így bőven elég. Ezt itt lebontom. Nem tudnak benne átmenni, mi? Nem tudnak oda átmenni. Ezt hogy mondjam, szopás? De mindegy, úgyis le kell rombolnom ezt itt. Ásnom kell tovább. Alá kell ásnom itt ezt az egész medencét, valahogy egybe kell csinálnom. Azt hiszem. Csak akkor lesz ebből valami. Illetve szerintem akkor járok a legjobban, hogyha ide hozok egy mestályt. Így. És kiássak mindent, ami létezik. Hoppá. Nem feltétlenül ide. Mondjuk ide. És akkor 4 kocka magasan. Ez pont 4 kocka magas. Ó, egyszerűen remek. Egyszerűen remek. Igen, itt van. Van egy ilyen gépem. Még nem használom. Egyelőre még nem használom. De azon gondolkodtam, hogy be akarom kapcsolni, csak megnézni, hogy itt mit csinál, aztán majd valahogy elvezetem a hideget. De egyelőre még nem foglalkoztam vele. Az a helyzet, hogy ezeket a hidrogénes szarságokat oda kellett volna megépíteni, de oda is építhetek egyet, tehát nem probléma. Amúgy effektíve nem probléma. Arra is rakhatok egy ilyen elektrolizálót, oxigénből valószínűleg sose lesz elég. Na szóval hol vagyok? Így. Állat ez így, állat! Miért nem vettétek fel az Atmosz útot, he? Ja, ez másik út. Nemes egyszerűséggel azért. Nem baj, túlélik. Na, mondjuk Renny le fog betegedni. De túléli. Úgyis rég volt már valaki kórházban. Itt az idő. Itt az idő, hogy valaki lebetegedjen. Így erősödik az immunrendszerük. Vagy majd kiderül. Fogynak a bacik már végre? 5000. Fogynak szépen. Nagyon helyes. Pap. Közben nézelődök itt egy kicsit. Itt már világűr van. Ez ki milyen kurva jól néz ki. Hoppott egy másik aszteroida. Ott suhan. Szóval sokkal feljebb már nem nagyon szükségszerű menni addig, amíg fogalmunk nincsen, hogy hogyan mit csináljuk az űrrel. Na hát ja, ez van. Közben még egyéb gejzíreket keresek amúgy. Hát, ha találok valami újat. Nem nagyon. Van itt valami elzárt helység, vagy... Ja nem, nincs. Igazából, hogyha az összes slime-ot kibányásszuk, akkor onnantól kezdve már nem lesz probléma ez. Tehát addig lesz ez koszos víz, amíg a slime-ban úszik. Amikor kikopik belőle a slime, akkor akár mehet is azonnal a main medencénkbe. Na, hogy ez mikor fog bekövetkezni? Kb. soha. Műanyagot még mindig gyártjuk neki 1000-rel. Lehet ezt ki kellene kapcsolni egy kicsikét ott a műanyaggyártást. Alga! Vagy hecs tojás.
Ja, én az alga. Nem, hedgetejes lehet jobban megérte volna, de olyan cuki hedgeseim vannak, nem kell ide több. Tök jó ez így. Ez kifejezetten na, nagyon cukik. Igen, itt van egy csepp víz, nem tudom mit keres az ott. Ó, ott maradt egy darab slime. Gondolom nem csak engem zavar. Tap-tarap-tarap-tarap-tarap. Nézzünk tovább a fejlesztéseket egy kicsit. Jetpacks. Ó, és akkor ennek jetsuit dock. Jetsuit checkpoint, gondolom ugyanúgy működik, mint az Atmo. Hát, akkor ezt kifejlesztjük egy az egybe az egészet. És a Catalytics-ben mi van? Oxylite Refinery. Oxylite-ot csinál oxigén felhasználásával. Oxigén és egy kevéske arany felhasználásával. Mérje az Oxylite? Molecular Forge. Tehát ritka anyagokat dolgoz fel. Aha. És Space Missionekből tudok ilyen ritka anyagokat hozni. Hát majd az is fog kelleni. Megcsináljuk. De mit? Előbb mit? Előbb ezt. Ki lesz fejlesztve mindenünk, akkor gyakorlatilag is törölhetünk minden ilyen command centert, vagy ilyen fejlesztéses épületet. Nem fogjuk letörölni nyilván, de legalább akkor attól kezdve ahhoz már nem kell nyersanyagú erőforrás. Jó, akkor itt pedig ásunk tovább. Egészen idáig. Itt... hát jobb hiány. Ezt ilyen frankon felhúzzuk. Van, aki slime langot kapott. Szegény Reni. Instant slime lang. Hát annyit mászkáltottuk kint a szutyokba, hogy a cefet. Nem baj, kicskét befekszik az ágyba, aztán már is jó. Hamar meg fog gyógyulni. Hát ilyen szép rajzok vannak itt körülötte. 9-es prioritás van az ágy, akkor majd valaki meggyógyítja szépen. Lemegy kajáért, visszamegy, megkajál, beül, meg fog gyógyulni. Nekről is le fog betegedni, hogyha ez így folytatódik. Miért van még mindig itt tesz, hogy blogd? Ezt nem értem. Na nem baj. Úgyhogy össze-vissza zoomolok, csak a görgöm. Engem is idegesít, nem csak benneteket. Na, hogy áll a germtelenítés? 1700, 1600. Szépen el fogjuk belőle fogyni a germek. És elméletileg akkor be fog kapcsolni az átszivattyúzás. Nagyon kíváncsi vagyok. De nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Ezek ilyen maximálisan kísérleti fázisú dolgok egyelőre. Majd egy kis foszforit. Majd jól lenne egyszer rájönni, hogy foszforitot hogyan lehet termelni. Vagy valami ilyesmi. Lehetséges, hogy a következő streamben azt fogom megcsinálni, hogy ide kiépítek megint egy ilyen hidrogénes cumót, csak jó, oxigénem az megint lesz sok, és akkor a bázison most tényleg nem lesz semmiféle oxigén probléma ennél fogva. De hogy ott azt a hidrogént nem áramtermelésre fogom felhasználni, hanem azért, hogy ez az anti-entropi cumóval megnézzük, hogy hogyan hűti a környezetet, és a kurva jól, valahogy megpróbáljuk azt a hideget használni. Mert nagyon kíváncsi vagyok. Ezt most jól megmondtam, mert. De mert.
Azért, mert rengeteg áramunk van. Nagyon jól állunk ilyen szempontból, és egy csomó szempontból kurva jól állunk. Most, hogy meglett ez, ez a két gejzír, nem is tudom, hogy mikor lesz ebből probléma. A víz probléma. Szerintem soha. Rengeteg víz van a körforgásban. Nagyon sok. Szerintem most már maximálisan fogunk tudni ezt pontosítani például arra, hogy rájöjjünk, hogy hogyan működik az űrutazás. Még akkor is, hogy egy-két ember bele is hal. Még az se probléma. Na jó, de persze az mindig probléma, csak hogy na. Meghal kicsit, aztán ennyi. Túltesszük magunkat. Úgy sincsen még temetőnk. Na bazd meg, ez meg bekapcsolt valamikor. A kurva életbe. Most miért kapcsolt be ez a szivattyú? Pedig... Ezt most nem értem. Dekonstruktolom ezt a buffer gate-et. Akkor nem úgy működik, ahogy gondoltam. Megnézzük, milyen az a másik fajta kapu. Nem tudom, mi volt a neve. Filter gate. Ez vajon mire jó? Filter gate. Van egy tippem arra is, amúgy. Lehet, hogy arra lesz inkább jó. De majd kiderül. Gilminyon keze alatt izzik a munka. Azért haladok itt ilyen óvatosan, mert jó lenne, hogyha itt ezt nem árasztanánk el vízzel már feleslegesen. Ezt végig mestájlal fogom itt végighúzni. Mert ilyen kemény csávó vagyok. A kurvára kemény. Nyilván! Ezt most visszatöltöm. Minden egyes cseppvízért meg kell szenvedni. Yeah. Most mondtam, hogy nem akarok pocsékolni. Mit csinálok? Pocsékolok. Mindjárt kitalálok rá valamit, hogy az oda ne folyjon be. Mert nyilván befog. Nem tudom, miért nem esett le ez először. Milyen sokáig tölti már a játékot. Van már bőven cucc a pályán. Lehet, hogy ide kellene raknom addig egy gátat. Aztán kész. Azzal lesz effektíve megoldva a dolog. Azóta más nem csináltam, igaz? Ja, igen, ezt a kaput itt letöröltem. Jó, nézzük meg a filter gate-et. Lehet, hogy az fog kelleni. Ez a sem bizgatja a fantáziám. De lehet, hogy ide kellene rakni erre az ágra. De olyan kutyulusz van itt, baszki. Egyáltalán nem biztos, hogy hova kell rakni. Bárhova lehet. Bárhol lehet jó is, meg rossz is. És ez a gáz.
Itt egy csomó foszforit. Jó lesz majd a shine bugoknak. Jó kis szusz lesz ez így, nekem tetszik. Őszintén szólva, eléggé tetszik. Szerintem azért rakok ide egy kis gátat, de nem mint a számítanak különösebben. Van itt egy kis alga. Itt is egy kis alga. Ezeket szépen kiáskálom, itt is van alga. Na, ramlanak elfele a vezetékek. Most itt látszódik leginkább, hogy ez itt egy új hálózat. De nem nagyon, tehát az benne a furcsa. Nem nagy a túláram, csak úgy évhogy. Na mindegy. Szóval ide megcsináltuk ezt a buffer gétet. Lehet, hogy ez fog kelleni, vagy filter gétet. Mert szerintem ez meg a pergés, de szerintem ez kell a filter gét. Kiszűri azt a kibekapcsolgatást. Tehát, hogyha valami sokáig on, akkor kiszűri azt, hogy ez lesz az. Nem tudom elmagyarázni. Tehát a jelnek a pergését szűri ki. Azért filter. Tehát a 200 szekend belüli kibekapcsolgatást, az kiszűri. És lehet, hogy ez kell ide most már tényleg. Ezt akartam a bufferrel eredetileg, csak nem, mégis nem úgy működött, ahogy gondoltam, hogy fog. Na mindegy, de ez lesz az, amit akartam. Még egy kicsikét nyomom, aztán lelépek, mert ki vagyok készülve agyilag. El sem hiszitek mennyire, teljesen kikészültem agyilag most már! Jézus! Nem csak viccelek. Nyilván nem vagyok kikészülve agyilag. Ez csak egy szófoldulat. Prulics. Na nézzük, miket kapunk. Ingyé. Hashlingeg. Meg dört. A tojást úgy is megesszük. A föld az meg... A föld egy érdekes dolog. Amúgy lehet, hogy hülyeség, de a földet kérem le. És valaki slime langot kapott. Adefik. És Necro is beteg már. Oh. Oké, akkor lassan kicsit lassítani kell, mert gondok lesznek. Már hárman vagyunk betegek. És a negyedik ember lebetegedése, az kurva nagy probléma lesz. Mindegy, ezt még megpróbáljuk megcsinálni. Lehet, hogy ki kellene építeni egy másik kórházi cuccot. Itt rengeteg széndioxid, ezt nem kellene beengedni ide, de akkor is kellene egy új kórházi rész. Nem tudom, hova építsem ki. Nincs neki hely. Kiépíthetném ide, itt 31 fok van. Nem túl kellemes, de legalább van. És ide kiépíthetném. Itt pont elfér, van itt egy 4 magas rész. Meg egy hatch. Nézzük meg, hogy néz ki egy ilyen kórházasságosság. Először is kell egy étkezőasztal. Étkezőasztalocska. Hol van az? Furniture-ben van. Mess table. Aztán egy oda-vissza kézmosó. Ja, az meg a medicine-ben van. Oda-visszás kézmosó. Mindegy, jöhet aranymagámból. Tök mindegy, miből készül.
Dekor plusz, az mindig jól jön. Aztán jöhet a kórházi ágy. Most medicine, medicine. Gránitból. Aztán jött a WC. Ez pedig plumbing. Így. Így. És akkor utána meg a fal. Azt mondjuk nyilván gránitból felfalazom. Így. Körbe itt, amit lehet megcsinálni. Gránitból, így. Mert ezt meg dekonstruktolom. Mondom. Hogyan kell? Ja, először cancel, aztán dekonstrukt, mert hát ugye ráhúztam egy feladatot. Ezt a fal résztet prioritásba csináljuk már meg, kösz. Ettől függetlenül pedig a kórházi ágy fölé... Hát... Mennyi dekort ad egy ilyen? Plusz a dekort? De három tájl... Hát, elméletileg... Szóval a WC-hez közeli részre pedig le kell raknom egy fali képet. Portré canvas az három magas? Ó, ide kurva arra, hogy három magas. Akkor ide. Majd elkészül. Hát a függetlenül a stukkaut lerakom. Mert még egy valaki lebetegszik, az nem fog tudni hova feküdni, és akkor tragédia lesz. De instant tragédia. Jól van, hogyha mondjuk Renny meggyógyulna kicsit. Linux úr fog legközelebb lebetegedni. 9%-on van V3-10. Gellonon meg szerintem nem ment ki. Vagy azt mondom, hogy lekenszelelem az építkezést, ezt mindenki gyógyuljon meg. Sőt, ezt hagyom is. A mai streamben ezt már nem csinálom meg, ne piszkálja senki. Jó, ez így, ahogy van. Majd lesz belőle valami alapon. Egyszer csak elkészül. De hogy inkább gyógyuljanak meg az emberek. Hát te meg hova mész most? Hova kell így menni? Ja, aha. Itt még vannak feladatok. Ne mászkáljon ki ezekért az algákért. Áskálódni. Még ráfaragunk. A kórházi cucc elé pedig le kell raknom egy deodorizert. Így. És megint valaki slime lagot kapott, nincs hova feküdjön. Na ez a szopás. Ez a szopás. Akkor most jön az, hogy 9-es prioritás. Ez itt. Ez mindenki dolgozzon, mint a disznó. Mert igazából a kórházi ágy kell ebből a lehető leggyorsabban. De miért nem csinálják? Mindent csinálják, csak azt nem, amit kéne. Most lehet, hogy ráfaragok. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slime langos betegünk van. Ez szopás. Kellene még egy kórházi ágy. Jaj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 
ennél nagyobb szopást el sem tudnék képzelni. Hát, szerintem SOS jelleggel lerakok ide egy kórházi ágyat. Mert tudom, hogy ez ott nem jó, véglegesen semmiképp sem, csak legyen feküdjön már valaki bele. Ezért nem szabad sokáig piszkálni a slime-ot. Mert kicsit sokáig piszkáltuk. Ja. Linux úr legalább már volt, hova lefeküdjön. Ezt, erre most egy kicsikét ráfáztunk. Szinte szó szerint. Ezek a prioritások, ezek a kórházi egy készüljön el. A többi nem számít. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kórházi ágyra van szükség, így lesz meg az ötödik. Vagy ha Reni meggyógyul, ő már régóta itt fekszik. Jelen látni, hogy hogyan áll ez. Hogyan áll a gyógyulás folyamata. Tehát ugye nem látjuk. Azt hiszem most sikerült meggyógyulnia. Ez amúgy remek. Akkor viszont Linuxot átvisszük ebbe az ágyba. Ide. És akkor ezt az ágyat igazából lebonthatjuk. Ennél fogva nincsen rá szükség. Jó, oké, remek. Remek, egyszerűen remek. Spine, nagyon szépen köszönöm a követést, 10 perc múlva tudsz írni a chatbe. Köszönöm, hogy itt vagy, addig is jó szórakozást. Kedves Spine. Majd írd le, mi szél hozott. Ezt a falat fedezze már be valakina. Ja, ide meg kell raknem egy ajtót. Talán furcsa itt a kialakítása ezeknek a falaknak, itt tudom, lehet, hogy ezt lejjebb kellene vinnem egy szinttel, de mindegy is. Az a lényeg, hogy megvan a kellő mennyiségű kórházi ágy. Mit akartam még? Igen, ezt a sorokba ezt egy darab stukkot lerakni. Így. Igazából addig a szinte a fejlesztéseket is fel lehetne szüneteltetni, amíg nem stabilizálódik most a baci helyzet. Mindig Gelenom már festi a képet, az a legfontosabb. Amúgy nem. Na, itt pedig az a medencénk, hát itt ez 800 zserm, itt 1000, még egy kevés, ezt jól lenne még megvárni ebben a mai streamben, azt szerintem még megvárom, hogy elinduljon az átszivattyúzás ide ebbe a medencébe, mert el fog kezdődni, az biztos, mert innen kiürült a víz, ide meg már befér valamennyi. Hát ez az összes biztos nem fog átférni ide ebbe a főmedencénkbe, de nem baj. Úgy amúgy nem gond, csak induljon el. Induljon el a téma. Ez úgy már elég lesz. Aztán majd a következő streamben derül ki, hogy végül is aztán hogy sikerült. Na, hogy vagyunk betegek? 4-en vagyunk 0% immunrendszeren, fasza. Illetve nem. Na nézzük, Gelenom mit fest. Megint egy gyerekrajz lesz belőle? Hát persze.
Mi más lenne? Genelo csak gyerekrajzot tud. Azt nem tudom, majd amikor felmegy az art level, akkor újra fogja festeni, vagy újra kell festetnem vele, vagy nem tudom, hogy lesz az. Nem mindegy, lényeg, hogy ez kész. És nyilván most megkapta a room bónuszt, igaz? Meg szerencsére meg. Be kellene kötnem itt a csöveket, mert az végül is még nem történt meg. Arra rájövünk. Liquid pipe. Itt az a tiszta víz. A tiszta vizet azt akkor elhúzzuk ebbe az irányba. Hát illetve... Mert a szennyvizet is vissza kell hoznunk. Ezt visszavisszük fent. Jó. Akkor... Hát... Ez így mehet is végig. Illetve... mehet végig. Mehet végig, mert nem lesz itt olyan nagy folyam. Illetve a szennyvíz pedig... Hát nem szép, de ez van. Beleköthetjük ide fentre. Ide. Ó, pont ide passzol. Pontosan ide passzol. Egyszerűen remek. Nagyszerű. Nagyszerű. Mennyi ilyen szőrös hecsünk van már? Cefet. Legalább szarnak egy kis szenet. Bőséggel. Nagyon nagy slunga látunk neki ennek a slime-ozásnak. Hát ez így alakult, most ráfáztunk. Ahogy állnak a bacik, 500 itt. Hé! Most miért? Most miért? Letelt a 200 másodperc, mi? Most átszivattyúztunk egy kevés kabacit. Jaj, de ez így még nem jó akkor. Most nyilván 200 másodpercig várni fog, amíg újból be nem kapcsol a filtergétünk. Ez így még mindig nem jó. Még mindig nem jó. Na nézzük. Hatchling. Na, kérjük le. Kérjük le, itt már elmászkál, itt elszorik, mindegy, nem számít. Milyen cuki? Milyen készen adtuk is vezetékünk. Elméletileg most, vagy még nem. Miért nem? Na, megtöltöd a vízzel, jó. Remek. Mit gurgulázik a víz? Hát jövő, megy ilyen kis cikcakot. Jó, hát mindegy, ez van. De jó lesz ez így már. Jaj, tudom mit hagytam le. Az egyik mentés, amikor visszatöltöttük. Megvan. A tűzoltócső. Ez ide kurvára fontos. Nagyon mérsékelten, de fontos. Tarará, jó kis vízmennyiség van már itt, és ez amúgy teljesen tiszta. Csak ez slime-os. Mindegy, összeöntjük, kitisztítjuk még egyszer. Igazából nem gáz, mert nincsen rohadtul nagy tiszta vízhiány. Csak most, hogy beleengedtük ezt a bacis vizet, most megint szopás van. Mire ebből megint tiszta víz lesz. Lassan-lassan át fog férni ebbe a medencébe. A mény medencébe ez. Hogyha egyszer valaha kitisztul, persze. 62 fok, most ebben nem fog bekapcsolni a vízmelegítőnk megint. Hát, hogy felviszem inkább 60 fokra azt a hőfigyelőt. Hő
annál hatékonyabb legyen itt a baci ölés. 60 fokon már viszonylag gyors. Na emberkéim, gyógyulnak? Gyógyulnak már az emberkék, nagyon jó, valaki meggyógyult. Adifik Linux úr még beteges, még V3 is, de hát majd csak elmúlik, nem probléma. Viszont most akkor megint egy évet kell várni, mire ez újba látszivattyúzásra kerülhet. Mondjuk, hogy lerakok két filtergétet, az már vajon 400 másodpercnek számít? Nem. Vagy de? Nem hiszem. Szerintem az nem, a buffernél lehet, hogy ott 400-nak ott összeadódik, de szerintem máskülönben pedig nem. Na nézzük tovább a research-eket. Szerintem most már csak vaktába fejleszgetik itt bármit, mert az űrkutálásban még nem kóstolunk bele, ahhoz még nem vagyok elég nagy jampi. Healthcare, jó, menjen. Volt ott ilyen kézfertőtlenítő, ha jól láttam. Az nem lehet rossz, mert leteszünk egy-két kézfertőtlenítőt a bejáratokhoz, a zsilipekhez. Szerintem abból még tragédia nem történt sose. Jaha, most 60 fokos lett, most kurva gyorsan halnak a bacik. Illetve hát valamilyen nem kurva gyorsan, de ha mindegy. Na, most ez fasza, itt egy kicsikét gyorsabban. Jó. Amúgy tök jó lenne a bázis. Ez egyetlen egy gyenge pontja, ez a víztisztító rendszer. Lehet, hogy aztán végén még Andrisnak lesz igaza, és tényleg az egészet le kell bontani, azt újra megcsinál az automatizálás, de hát ez azért nem. Nem lehet Andrisnak igaza már csak azért sem. Nem tudunk több műanyagot gyártani. Hogy állunk hőben ebben a fagyos biomban? Hát valaki kicsikét, mintha visszahűlt volna, ez az előbb még 40 fokos volt. Állj Andris, te itt vagy? Miért vagy itt? Miért vagy te itt? Nem szabad. 12 fokos itt már, baszki. 14 fokos ez az egész. Kurva élet. Szépen felfűtjük ezt az egészet, és végén legkismert fordulásomra ezt tönkre tesszük az ökoszisztémát. He? Az hogy sikerült? Hoppá, nincs vízünk. Miért? Na várjunk csak. Ó, valami csömör van. Dugulás van, de miért? Valamit rosszul kötöttem be? Nem. Miért van dugulás? Egyszerűen nem. Jó, valamit itt rosszul csináltam, ezt most visszatöltöm. A korrava élet! Hát végül is mondjuk két bepisilést még el tudok hárítani. Na, én csak még nem töltöm vissza. Mert... ez hogy? Hogy? Miért van dugulásunk? Hogyha ilyen keresztbe vannak kötve a csövek, akkor megrektelődik. Ne rektelődjön. És most mit csináljak vele? Igazából itt is beköthettem volna. Baszki. Akkor ezt itt meg dekonstruktolom. 9-es prioritás. Egészen addig jó volt, amíg ezt be nem kötöttem. Itt egy kis pisi fog kihullani. Ezt itt moshatjuk fel. Nem tudom, ki pisilt még be, de valaki biztos. Nem látom. Lehet, hogy csak ketten pisiltek itt be, és akkor azért... Itt is egy kis pisi. Meg itt is.
Még pisilnek befele az emberek. Nagyon jó, nagyon rossz. Nagyon rossz, végtelenül rossz. Ide jutottunk. Ide jutottunk. Ilyen kis apró fasságokból tud tönkre menni valami. Ami egész eddig működött. Ez szomorúságos. Ezt itt nem kell felmosni amúgy. Na most nem működik a vécénk? Nézzük meg a cseveket. Nem. Mi van? De miért? Miért állt meg? Ez végig működött. Hogyan dugult el? Nem tudom, Andris. Ameddig kedvem szottyan. Mi a mai program? Úgy nézek ki, mint aki program szerint streamel. Nézd már meg, már 41 perce be kellett volna fejeznem a streamet. Hogyha a programhoz tartanám magam. Jaj, bazd meg, bekötöttem oda és ugyanolyan keresztbe rá... Hát mennyi eszem van? Mennyi eszem nincs? He? Csináltam egy ugyanolyan keresztet, ami szerintem baj. Vagy nem tudom. Kész. Igen, tehát keresztbe nem szabad rakni kábelek, vagy a csöveket, mert akkor megbaszódik. Akkor rekt. Nagyon érdekes. Jó, mindegy, ezt megtanuljuk, csak akkor erre figyelni kell. Majd stream után, ha még maradok stream után, péntek van, nincs hova mennem, holnap nem kellek korán. Ne aggódjál, lesz játszópajtásod, ne aggódjál. Tudom, hogy azért topzódsz itt, mert unatkozol, mint a kurva élet. Fú, baszki, a következő streambe ki kell bagozni, hogy ez miért nem működik. Szipi, szopi, szoppanat, bekapja a faszomat. Mindig így van ez. Azt jó. Aztán ráfaragsz. Kurvára ráfaragtam megint. Kikresselt a másik gépemen a böngésző. Miért csinálja ezt néha? Lehet aztán végül is valami hardware-es probléma, mert először a Chrome-ra fogtam hotszar. Most a Vivaldi is kikresselt, tehát akkor nem böngésző specifikus. De nézzétek meg, így is dugulás van. Miért alakul ki dugulás? Megvan. Teljesen érthető. Azért, mert a szennyvízzel hűtöm ezt a fost. Ezt a kis finomítót. És megtelik a cső, és eldugítja. Egész egyszerűen az, hogy nem tud mellette elfolyni, ami fasság. Mert fizikailag ilyen nem létezik a való életben. Tehát, hogyha a csőnek az egyik elágazásán megáll a folyás,
mert elzárnak egy csapot. Most gyakorlatilag itt a csőnek ezen a végén elzártunk egy csapot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van a fürdőkádnak a csapja, és van a mosdókagylónak a csapja. És ha elzárod a mosdókagylót, a mosdókagylónak a csapját, akkor a fürdőkádban sem tud folyni a víz. Most gyakorlatilag ez történik. Tehát ez fasság. Ez fasság. El kellene tudjon itt folyni mellette a cucc. De nem folyik el, mert fos. Már tudom, hogy ez így nem vélemény. A fos nem vélemény, de igen. Szia, Spiner! Halió. Hát akkor ismered a játékot, fasza. Én még kezdőnek számítok benne, ha bár már van benne 150 órám, de még mindig kezdőnek számítok benne. De értem. A refinerit nem szabad, vagy hát nem szabad így hűteni, vagy járatni kell a refinerit. Mert most ugye azzal van a baj, mert jó ideje nem adtam ki semmilyen gyártási parancsot. Most kiadok. Tehát gyártsuk a fémet, hát kurva élet. Jó. Mindegy, hogy hol van a Pipe Bridge, nem azzal van a baj a defik. Nézd meg, egyből működik. Ezzel volt itt a gond. Szia, Hág! Ezzel volt itt a gond. Semmi mással. De... Ó, mert a szipkázza befele a szart. Mármint, hogy... Ja, de amúgy cipkázza. A Twitch ajánlotta a csatornámat. Azt a kurva, ilyet még sosem hallottam. Ez beírom a naptárba. Jövő ilyenkor megünneplem. Valakinek ajánlotta a Twitch a csatornámat. Kemény. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Nem, amúgy nem csak Oxygen streamelek. Streamelek én mindent, csak hogy... Most elkapott az Oxygen mánia. Kicsit, és most bele vagyok szerelmesedve a játékba, de most ez kiábrándított, úgyhogy szerintem hagyom is abba. Hagyom is abba mára. Hát igen, mert ami kifolyik itt, az visszafolyik, mert onnan, mint a vákum szívja gyakorlatilag. az a beömlő. Furcsa, és akkor itt így pingpongozik, baszki a pisi. Nem baj, pingpongozzon csak. Illetve baj, mert nem optimális, ezért keletkeznek ki a dugulások. Aha. Hát így nem jó. Ezt valamikor meg kell reformálni. Meg kell reformálni. Ez egy másik stream lesz, amikor a szennyvízrendszert kialakítjuk, hogy jobb legyen, mert látszik, hogy ez most már nem vállalható. Pacu. Hát fogalmam nincs, hogy mit kér. Pacu. Lehet, hogy ezt megfőzzük. Nincs kedvem foglalkozni kibaszott halakkal. Itt fognak vergődni. Szárazon. Nem érdekel. Kigyógyult meg, mindenki meggyógyult. Ha nézzünk oda. V3? Egyedül V3 nem gyógyult meg. Mindegy mit. Valamit fejlesztünk. Na jó, mindegy, legyen ennyi mára. Mert már így is túltoltam. Hú, a mai stream egy, tudom, kicsit unalmas volt. Lehet ilyen, az ember sokat oxigenezik, engem elkap a mánia. Ezt lesz kedvem streamelni, aztán mindenki halálra unja magát. De nem probléma, egy kicsit kell, ez is. Van, amikor kurvára élvezitek, van, amikor meg elalszatok rajta. De ez ilyen. Meg hát ugye péntek az arról szól, mindenki iszik, gondolom, a haverjával, családjával foglalkozik, meg egyéb ilyesmi. Kockul gyakorlatilag vakulásig, vagy amíg aranyerettem kap, addig ül a gép előtt. Én ezt értem. Nem megyek. Megyek innen, mert kiégtem. Ez az. Ez de jó volt. Na srácok, találkozunk jövő hétfőn, megszokott helyen módon és időben, tehát este 7-től. Ugye Spiner, te úgy vagy, minden hétközep este vannak streamek, várunk téged szeretettel. Hétfőn az Aragamit fogom folytatni, illetve remélhetőleg befejezni, elméletileg sikerülni fog. Hát már azt hittük az előző streamból, hogy vége lesz, aztán kiderült, hogy mégsem, hogy még van egy boss, meg még két-három pálya. Tudom, hogy az Aragami is kibaszott a lunám a számotokra, nekem is kezd már egy kicsikét sok lenni, úgy érzem, hogy a fejlesztők jobban túltolták, mint, mint,
mint amennyire feltétlenül szükséges. Jó, értitek. Kiegészítitek a gondolataimat. Na, szevasztok, legyetek jó ét, Pákahegy, meg minden egyéb, és kellemes hétvégét mindnyájatoknak. Aki dolgozik, hát annak meg kitartást. Szevasztok, srácok!